Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Szia, jó reggelt! Hát Ferencük továbbra sincsen. Ugye azt mondtuk, hogy ő eltávozik egy kis időre, hogy adózzon a kolbász és az égetett szeszek oltárán egy hétvégi rendezvényem. Keresétek az elhullott állatok nyomán. Található meg, amerre sok halott malac, ott valószínűleg ott van ő is. Ott kell lenni a halmok tetején. Igen. Egy hősként ott kell állni a csüdig vérben. Úgyhogy ő csak hétfőn lesz, addig meg mi tartjuk a frontot, és itt vagyunk most a hét legboldogabb napján, aminek nagyon örülünk. Mi van ma péntek? Bár számukra semmi változás nincsen az elmúlt hetek programjához képest, és még egy pár hétig gyakorlatilag ugyanaz is lesz. Rádió, próba, vagy felvétel. Utána pedig megint rádió, próba, vagy felvétel. Néha megnézzük a családot, vagy fotóról, vagy videóról. Bemutatkozunk nekik újra. Bemutatkozunk nekik, vagy egy gyerek ne felejtsen el minket. De hát ez nem panaszkodásképpen, mondjuk csak a tényszerűség kedvéért. Igen. De most a hétvégéből az egyik napunk szabad. Hála a jó Istennek. Úgyhogy ez egészen jó. Megnézhetem, hogy megvan-e még az a mászóterem, ahova jártam annak idején. Mész mászni? Hát, kénytelen vagyok. Tényleg? Kénytelen vagyok. Na. Nekünk ráadásul a mászótársamoknál bejött egy gyerekprojekt, egy második is krambó érkezett, úgyhogy emiatt egy picit be kellett húznunk a féket, és most a hétvégén végre el tudok menni. Nem csak otthon, hogy hívják fölött az ajtó felett fogok tudni húzatkodni. A kis súfnitban? Nem, benne a lakásban. Ja, benne a lakásban? Persze, úgy csináltam meg. Gyakorlatilag a lakás belső interiőrje úgy néz már ki, mint egy ilyen, nem tudom mi, egy raktár találkozása a kutyakennellel, a kutyakennel találkozása a, hogy hívják, a sportklubbal. De jó is. És az óvodával. És a gyerek mit csinál, mi húzatkodsz? Számolja? Röhög rajtam. Röhög? Persze, röhög, szórakoztatja, valamikor videózza. Most már olyan programokat talált magának, amiben nem csak képeket tud szerkeszteni, hanem akár kis videókat is. Iszonyatosan ügyes. Olyan dolgokat csinál ilyen kis képi gergeket, a fejünket valahogy kiaplikálja az eredeti helyéről, és beaplikálja olyan fotókba, hogy elképesztő. Ilyen hihetetlen szórakoztató montázsokat csinál. Olyan dolgokkal lep meg nap, mint nap, hogy komolyan mondom, hogy leesik tőle az állam. Iszonyú ügyes. És ráadásul szórakoztató dolgokat. Tehát azt már simán megcsinálja, hogy ilyen, itt a kép a képben. Tehát találja olyan képet, hogy valaki néz egy televíziót. És a televízió műsor az akár lehet például a Wunderschön is, mert kiszed valahonnan egy képet rólunk, és beteszi a képbe. Marha ügyes. Aha. Marha ügyes. Tehát hogy nekem fogalmam nincsen róla, hogy csinálja. Ő ezt meg tudja így. De pöcsöt még nem rajzolt a homlokomra. Nem, ahhoz ő még egy picit kicsi. Hát, hogy így mit szólnál egyszer menni ezzel? Nézd, apán! Apán más a homlokára rajzoltam. Egy szarvat. Unikorn is. Egy szarvú. De máshogy is hívhatjuk. Fura szarv. Nem is ott találtam. Nem azt írtam be, hogy szarv, és nem arra jött ki. De mindesetre nem, ő még 11 éves, az én elterelgetem ezektől a dolgoktól még őt egyelőre. Úgyhogy úgyis ez egy ilyen meddő próbálkozás a részemről, mert néha megdöbbenek rajta, amikor jön haza, hogy miket mond, hogy miket hallott bent, és írtanom kell ezeket. De hát mindegy. Hogy mit hall benni? Persze, meg hogy mivel foglalkoznak a többiek, meg ilyesmi. Hát most például egy olyat hozott elő, hogy ez egy ilyen jó móka, hogy az egyik kisfiú kezébe rakott egy tűt, és akkor mondta a többieknek, hogy Pacsi! Atyaisten. Azért tudod, mondtam neki, hogy hát ez mondom nem annyira vicces. Meg más is akadott volna a kezébe, és akkor mondja, hogy Pacsi. Ja, igen. Csak meg... azt nem tudta volna felemelni. Igen, csak meg. Azt hogy maga arány út van. Magdalt a szendvicset. Igen, tehát, de igen. Hát ez... Tehát, hogy azért egyre durvább tréfákat engednek meg maguknak, nem tudom, hogy hol látják. Ha esetleg nálunk láttok valami hasonlót a műsorban, ne felejtsétek el, hogy mi kaszkadőrök vagyunk egyrészt, másrészt pedig nagyfiúk. Tehát, hogy tőlünk ne vegyetek el semmilyen rossz példát, gyerekek. Egyébként meg ne is nézze senki a mi műsorunkat abból a korosztályból. Azt ne. Tessék aludni, este 9 órakor. Feküdjetek le, másnap iskola. Igen, és don't try this at home. Így, egészen pontosan. Egészen pontosan így. Ugye ez a legfontosabb. Így van. Mi speciális képzést kaptunk, senki ne csináljon utánunk semmi, amit a műsorban lát. Jó? Ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Így van, tehát amit például a hétvégén csinálunk majd a műsorban, azt se csináljuk nálunk senki. Jó? Azt nem, ami a nyitó jelenetben lesz, az senki, igen. Balázs, tudsz veszíteni? Megtanítalak, így egy hallgató. Tudok egyébként. Van? Mi van? Most veszítéssel állunk, vesztéssel állunk, hogy mi van? Hogy állunk? 2-1 ide? Tehát akkor max döntetlen lehet. Nem. Te hoztad most a tegnapot. Nem, most mi állunk nyerésre. Azt mondom, hogy 2-1 ide hoztad a tegnapot, persze, igen. Persze. Tehát max döntetlen lehet. Így van, tehát meg tudom erősíteni azt, amit mondtál az előbb. Olyan nagyon-nagyon rossz nem lehet. Nem lehet.
Van olyan, hogy az ember szempillája befele nő olyan? Igen, van. Igen? Van, van. Hát, én nem tudom. Én olyan vagyok már, mint egy öreg ember. Egyre jobban kezdek lerobbanni. Van egyébként, nem ilyen, tudom. De hogyha nincsen arra szempilla spirál. A kocsiba hagytam, de a púderem mellett. De ne létszi, ne piszkáld, mert azzal teszed egyébként tönkre. Most amikor bejöttél, egész jó volt, most elkezdett piszkálni, és az akkor fog begyulladni. Akkor jó, ha be van csukva, nem bírom kinyitni, mert valami nagyon szúr benne. De annyira szúr, hogy nem bírom kinyitni. Az a baj, hogy zavarba hozom, mert egész 10 vagy 4 órán keresztül olyan lesz, hogy kacsingatná rám. Hello. ne piszkáld. Nem, mert azt le fogom ragasztani. Ki kell mosni ízével, forró étolajra. Igen, igen, forró, nagyon-nagyon forró gyömbére. Nem, ne piszkáld, az a lényeg, mert csak belekotarsz valami szemetet, aztán begyullad, és hétvégén meg felvétel. Olyan van, hogy leragasztom... Miatt alagódok, hanem a műsor. Olyan van, hogy leragasztom a szememet? Igen, van. Erről kérdezt Ferit, neki hosszú jövőként keresztül le volt ragasztó az egyik lencséje. Ja, tudom, ő volt a kis leukoplasz fiú. Igen. Hát ugye az azért van, hogy az egyik szem fölhúzza a másikat. Igen. Tehát a jót letakarják, és akkor a rossz, ami el van lustulva, az egy kicsit beindul, és hozzáfejlődik a letakarthoz. Amiközben elbutul, ezért aztán azt kell letakarni, és akkor ez így megy örök életére. Igen. És hogyha esetleg túlságosan följön az egyik, akkor meg a másik lesz gyengébb, akkor meg azt kell erősíteni. Na, ezt mondtam. Így gyakorlatilag így félszemüként éli le az ember a világát. Igen. Az életét. Na mindegy, ez van. Figyelj, most olvastam egy nagyon érdekes cikket, és megmondom őszintén, hogy engem is egy picit így felháborított a dolog. Ez egészen konkrétan arról szól, hogy a Rékasi Karcsi állítólag neki esett egy fotósnak, mert hogy egy rendezvényről jövet, őt és a kedvesét lefotózták. De és rendezvényről hát ez... jövet menet? Igen, így van. Ott volt egy takarék szövetkező? Nem. Jó, oké. Ez a kis bábú tartalék, ez a takarékszövet kéz. Na, és a lényeg az, hogy jöttek el, és ott volt valamelyik ilyen igényes bulvárlapnak, pontosan nem bulvárlapnak, hanem egy internetes megfelelőjének a fotósa, és lekapta őket. És akkor a Karcsi így gondolt egyet, lépett kettőt, és aztán így visszakanyarodott hozzájuk. És tudott-e ki az a Bartas volt? Így van, tudott ki az a Bartas, soha nem néztél barátok között. Na, az nem egy karakter, az én vagyok. És mit csinált? Át is elvett a fényképezőgépet, jelezte az úriembernek, nevezzük így, jobb szó hiány így, jelezte, hogy azért szeretné megkapni ezt a memóriakártyát, szeretné látni a képeket, és aztán, mikor ezt nem annyira akarta így abszolválni a fiatalember, akkor így elvette tőle a fényképezőgépet, és bedobta a csomagtartóba. És megmondom őszintén, én tökéletesen egyetértek vele ebben a dologban. És elvette a gépét? Elvette a gépet, amit aztán később... mégis visszaadtak, és akkor néhány ilyen telefonnal készített képet lehetett is látni az ügy kapcsán. De nem akarok különösebb reklámot csinálni ezeknek a lapoknak, mert marhára nem érdemlik meg, de tökéletesen egyetértek vele. Tehát, hogy szerintem azért már mindennek van egy határa. Annyira felháborít, annyira gusztustalan, amit csinálnak. Tehát, hogy ez a fajta ilyen dögevőség, ez a fajta tényleg olyanok, mint hogyha ha ilyen hiénák lennének, hogy egyszerűen ezek az emberek nem tudják élni a saját életüket. Ez nem elég, hogy hosszú hetek óta gyakorlatilag mással sem lehet találkozni, csak az ő sztoriukkal a különböző címlapokon, amivel egyébként nem, hogy ja, és persze azt mondják, hogy így az egyik ember fájdalma, úgy a másik ember fájdalma, és gyakorlatilag ezt a fájdalmat közvetve ők okozzák azzal, hogy minden egyes alkalommal, amikor be kell menniük az újságoshoz, akkor azzal szembesülnek, hogy egy egész ország csámcsog az ő magánéletükön. Mert amíg egy vagy két cikk lett volna belőle, szétmentek, összejöttek, blablabla. De hogy hetek óta gyakorlatilag más sem látsz a lapoknak az elején, illetve a különböző internetes portálokon, csak azt, hogy most ki mit szúrt el, és hogy ki kinek okoz fájdalmat, ki kinek tett keresztbe, és egyébként meg. Tehát, hát igen, csak kérdés, hogy ilyenkor ugye, szóval, hogy nem adnak neki igazat. Tehát, hogyha a BTK szerint nézzük, akkor ez... Tehát ha te erőszakkal elvettél egy fotóriportert, a munkaeszközét, és te beraktad a kocsiba és elvitted, akkor te elraboltál tőle valamit. Igen. Tehát hogy az tulajdonképpen a BTK szerint rablásnak számít. Igen, de előtte meg volt egyfajta személyiségi jogsértés. Nyilván ők azért tökéletesen tisztában vannak, tehát hogy ezek a fotósok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy meddig mehetnek el, és valószínűleg egyfajta védettségük is van az a jogszemszögéből nézve, viszont hogyha meg emberileg nézzük, meg erkölcsileg ezt a dolgot, nincs akkor... exakt állásfoglalás a bíróságon, nagyon nehéz, nekem is nagyon sok ilyen perem van, meg nagyon sok volt, meg sokat meg is nyertem, meg jelen pillanatban az egyik perem úgy áll, hogy éppen felszámolást indítottunk a lapot kiadó cég ellen konkrétan. Tehát mutatom neked.
Nincsen már, azt nem veszünk, a harmadik legrosszabb. Nem. Konkrétan felszámoltatom a céget. Na. És most írt az ügyvéd, hogy akkor jó, akkor hát akkor majd 3 havi részletbe. Csak inkább kifizetik azt, amit megítélt a bíróság, mert egyébként felszámolják a céget. Óriási. Igen, ez nagyon nagy dolog. Szóval, hogy nincs exakt állásfoglalás, hogy milyen lehetőség egy fotósnak, ez a BTK szerint egyébként inkább a fotóst védi sajnos. Szóval, hogy erre egy bíróság simán azt mondja, hogy közszereplő vagy, ezt neked el kell tudni viselni, viszont ha te dulakodtál, elvetted a fotót, akkor az vagy garázdaság, vagy rablás értéktől függetlenül. Szóval, hogy ez nyilván, ha mondjuk előkerült a fotó, és a gépe is visszaadta, akkor ez lehet akár enyhítő körülmény, de ez a munkájában akadályozta esetleg, de hogy lehet valakinek szóval a fotós az lehet a munkája, érted, hogy másokat zaklasson direkt módon. Érted? Írjanak róla. Egyébként ezt úgyse tudod megakadályozni. Na de hát... Mert nem akarsz adni nekik interjút, akkor ők csinálnak egy olyat, hogy itt tudom én például, hogy nem velem is megtörtént, hogy akkor egy 3 évvel ezelőtt interjúból összeholoznak egy két oldalas interjút, miután te nem akarsz adni. Oké, ezt nem tudod megakadályozni. Igen, az, amikor benyúl a kocsitba és befotóz, tehát ott eldurran az ember agya, persze. Tehát, hogy csodálkozom, hogy nem ütötte meg a karcsi. Egyébként teljes joggal, mert nagyon nagy hiénák a legtöbb ilyen fotós. Tehát én jóba vagyok egy-kettőben, van egy-két normális meg, aki oda jön, mondja, hogy lefotózhatom, de hogy figyelj, most ne. Nyilván vannak ilyenek is, tök jó. Hát nyilván a Rékosi most érdekes, tehát válik, új párkapcsolata van, mi van a dátára, tehát ő most abszolút pörög és abszolút a kategória. Igen, hogy hol a határ, hogy mit engedhet meg magának egy fotós, és mit nem. Tehát lefotózhat kívülről téged, hogy beülsz az autóba az új barátnőd, de igen, hiszen közszereplők vagytok. Benyúlhat a kocsiba, azt már nem. Mikor védekezhetsz? Meddig védekezhetsz? Mit tehetsz meg a saját magánéleted védelmében? Nagyon nehéz. És nem is védik egyértelműen a közszereplőt, de most már talán egyre jobban. Ugye más a kiskorú van a dologban, akkor azért verekedhetsz is nyugodtan. Idézőjelesen nyugodtan, de akkor ott azért a kiskorú veszélyeztetésére ők megüthetik a bokájukat. Ha mondjuk egy kiskorú tesznek címlapra. Azért szokták azt kitakarni. Vagy ha nem közszereplő például. Tehát most a Rékasi összejött volna egy olyan nővel, aki nem közszereplő, hanem civil, akkor őt nem tehetnék be egyáltalán, mert nagyon durva pereket tudna a lapok nyakába akasztani. Így, hogy mind a ketten közszereplők, így azért ez egy picit nehéz. Elvileg nem ütheti meg. Szóval, hogy ilyenkor ez mondom, ez rablás, garázdaság, önbíráskodás nem ütheti meg. Tudni viselni, de ugyanakkor én megértem, egyetértek vele, nem támogatom, de azt gondolom, hogy néha azért a fotósoknak is ráfér. Tökéletesen érthető ez a szituáció. Tehát, hogy tényleg. Meg hogy zajlott? Megkérte nyugodtan, a fotós nem ment arra. Megkérte még egyszer, a fotós nem hagyta abba. Harmadszorra, ha kiszállt, akkor már értem a karcsit, mert érted? Tehát most kétszer mondta, hogy légy szíves, ne. Nagyon sok olyan fotós van, hogy elmegyek egy rendezvényre, Vikivel, és azt mondom, hogy gyerekek, én most, mintha itt se lennék, légy szíves, ne. Jó? Arra vonulnak és nem fotóznak. Van, aki meg azt megcsinálja, hogy ami Viki elmegy a mosdóba, és én ülök egy nő mellett, addig azt mondja a nőnek, hogy figyelj, ülj már közelebb a Balázshoz, mert csinálok rólatok egy képet. És mondta neki, hogy normális vagy? Hülye vagy? Milyen képet csinálsz te? Hát, hogy ti most itt vagytok, és akkor ti most ismerkedtek. Mondom, egyrészt nem tudom, ki ez a lány, kettő nem fog közelebb ülni, de mondom, egy perced van. Mondom, Viki visszajön, mondom, letépi a fejedet. Tehát ismerd a Vikit. Mondom, az ma nagyon csúnya dolog lesz. Hogy üljünk össze, mi ketten egy idegen nővel, mert akkor ő azt utána el tudja adni, ugye az újság kép aláírásba alá teszi, hogy mit tudom én, Balázs, ismeretlen nőkkel, nem tudom, flörtölt. Vagy Balázs, amíg a felesége elment popcornnél, már is beszélgetésbe elegyedett egy ismeretlen nővel. Milyen durva a kép aláírás, és azt hiszed, hogy mekkora rohadék ez a Balázs. Igen. Közben mi történt? A Viki elment mosdóba, én ültem egy széken, mellettem volt egy üres szék, ott ült mellettem egy vadidegen nő, és odajött egy fotós, és azt se tudtam ki, az, de üljetek már egymás mellé, csinálok egy képet. Hát... gondolatot, hogy tőlem az mit kapott. Hát de... nagyon kiasztottam, és mondtam, hogy figyelj, én még most nagyon finom voltam, de mondom, ha Viki visszajön, mondom, az nagyon csúnya lesz, úgyhogy szerintem mennyi. Jó, hát ő azt nem úgy gondolta, nem mondom, szerintem akkor mennyi. De igen, de hogy mit nem gondolt. Következő történik, ők ezt lefotózzák, és utána ezért nekik a lapok fizetnek. A lap már aláírja a képaláírást, súlytól, fajsúlytól, szerettől függően. Tehát például engem lefotóznak egy ilyen nővel, azt egy bulvár, azt simán átveszi, fizet érte 20 000 forintot, és mondom, kép aláírásba bármit letesz. Balázs vidáman nevetgélt ismeretlen nővel, amíg a felesége patogatott kukáircájra állt sorba. Ahogy Viki elment mosdóba, Balázs azonnal beszélgetni kezd. Érted, 4 fajta kép aláírást tudok tenni egy olyan kép alá, amit egyébként ő ültetett ott össze minket, és nekem nincs elég rutinom, és nem ebben vagyok 20 éve, akkor azt mondom, hogy figyelj, gyere, csináld meg, hát most mindig ott ült egy csaj. Persze. Érted?
Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, de az, hogy a Rékasi verekszik, vagy hogy elveszi a gépet, őt tökre megértem. Tökre megértem, de hogy ebből ő rosszul jöhet ki. Szóval a jog ebben a helyzetben nem őt védi. Igen. Na mindegy. Úgyhogy igen, tudod, mennyibe kerül az a gép, elveszi, összetörik, nem törik, meg kell fizetni, perre megy, mert a fotós végül is végezte a dolgát. Csak hogy hol a határ, de még, ez még mindig egy olyan durva, dulvul a hazai bulvár sajtó, azért nagyon dulvul. Olyan voltam, mint Teddy, dulvul. Szóval, de még mindig nincs ez, mint Amerikában, hogy nem tud kitenni a lábad. De hát most szegély Rékasiéknek igen, most észnél kell lenni. Nem lehet könnyű. Szörnyű, figyelj, szörnyű, szörnyű. Igen, hát szene se tudjam. Valószínűleg, ha nincs ez a húzavona, ugye, hogy visszamegy, még nem megy vissza, mert egyszerűen azt mondja, elválunk, és új életet kezdek, és vagyok a Gerdával, a Pikalival, akkor az egy egyszerűbb dolog. De hát azért ez hónapok óta zajlik. És azért, hát ezért bulvár újságírás, hogy ennek utána menjen. Úgyhogy ez egy kemény. Ne ülj idegen nő mellé fotós kérésére soha. Borzasztó. A 054-es telefonszámú végű telefonszám tulajdonosan üzenem, hogy tekerj el, öreg. Nyugodtan. Ja, 054? Igen, pont annyira fogsz nekem hiányozni, mint én neked. Hány jó adó van? Hát miért nem hallgat más? Persze, hát most. Igen, Gangsta Zolit neki írja valaki. De most, de, na mindegy. Bali, felszámoltatod a Ludas Matyit. Nagyon berágtam rájuk, gyerekek. Nagyon berágtam a Ludas Matyira, mert olyan szörnyű dolgokat csinálnak. Egyébként, ha már a Ludas Matyi, van egy olyan rejtvényújság, akik más újságokból vesznek át fotókat, és leközölnek új cikkeket egyébként, hogy te nem is nyilatkoztál nekik. Na ez például milyen, nem? Tehát ez is olyan fura dolgok vannak. És akkor mindenki ezt, hogy te nyilatkoztál, amit a Füles magazinnak. Közben egyébként rohadtul nem. Na mindegy. Hát senkinek sem könnyű jelen pillanatban. Játékkal hogy állunk? Egy-egy? Jól állunk. Kettő-kettő? Kettő-egy. Kettő-egy, ide. Tehát legrosszabb esetben egy döntetlennel kell, hogy elmenjünk hétvégézni. Legjobb esetben pedig simán egyértelműen megalázó módon behúzzuk a hetet. Nem hozhatunk szégyent a Ferire. A Ferire? Hát a Feri valahol éppen fekszik. Dehogy fekszik. És próbálják az árokpartról hazahúzni. De, persze. Szegény. Éppen szerintem egy ilyen kis bobkettes targonca próbál így alányúlni finoman, tudod, egy ilyen nejlonzacskon fölteni egy ifának a platójára, és hazavinni, mert szorít két levágott disznófejet. Sehova nem megyek. Hozzátok még valamit inni. Micsoda, hát most fél hat, fél hét. Hát, szerintem körülbelül most fekszik. És egy óra múlva már fitten, fiatalosan, már jön és újra műsort vezet, és már ott van. Az a szervezet mindent elvér. Igen. Balázs nem vett részt az árvízi védekezésben, ugye? A bulvár generátor, igen, amit az előző fundásodában megmutattunk, hogy működik. Ez egy nagyon kis helyes hasonlítás volt, igen, hogy Balázs részt vett az árvízi mentésben. Mit csinál ebből a bulvár sajtó? Balázs nem vett részt az árvízi mentésben. Na mindegy, jól van. De gyerekek, a bulvárt viszont azért ugyanakkor meg sokan olvassák, szeretik, meg még az is átnyálazza, aki azt mondja, hogy fúj, micsoda szennylap, de azért a kezébe kerül egy elolvassa, tehát azért sokszor bántják őket, de közben meg olyan, mint a barátok közt, hogy senki sem nézi, de mindenki látja. Igen, tudod? Csak rettenetesen inkorrektek, nem érdekli őket semmi más, csak az eladott lapszám, és ezen a héten megígérnek neked valamit, amit aztán a jövő héten biztos, hogy áthúznak, hogyha éppen a saját érdekeik úgy kívánják. Tehát, hogy ezért kell lenne perelni. Így van. És aztán magyarázkodjál majd, illetve hát nem feltétlenül kell magyarázkodni, csak így látod az ismerősöknek a szemében, látod az embereknek a szemében, a visszajelzésekből hallod, hogy gondolnak rólad valamit egy bulvárlap állítása szerint, aki valószínűleg meg se kérdezett arról. Hát szerintem azért ezt az emberek fenntartással kezdik el, elolvassák, elfelejtik, tudják, hogy bulvár, nem? Vagy benyalják egyértelműen? Szerintem akkor tartják, vagy akkor vannak fenntartások, amikor kedvelnek téged, amikor nem kedvelnek, akkor meg szó nélkül elhiszik. Igen. Na jó van, tessék jelentkezni játékra. Jó, 2-1, valaki olyan jelentkezzen, aki nem túl jó. Erős játékosok kimélyenek, profik hagyjanak békén. Lelkes amatőrök, izguló anyukák, remegő hangú gyerekek, nagyon helyes idősek és erőtlen fiatalok jelentkezzenek csak játékra, mert nyerni szeretnénk. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. A 31-es főúton Mendénél csatornázás miatt óriási a dugó, ezt Péter üzeni nekünk. Csepelen a pláza kereszteződésében autóbusz, alakul a dugó, üzeni Timo. Ez egészen pontosan a Kossuth Lajos utca és a Szent István út kereszteződésében történt. Két autó frontálisan ütközött, áll a forgalom. Ja nem, mert az autó-autó, ez meg a pláza kereszteződésében autóbusz. Akkor a kettő nem ugyanaz, csak mind a kettő Csepelen történt. És Győrtől Sopronig Tejföl néha 30 méter a látótávolság, és egyúttal valamelyik játékra jelentkeznék. Sofőr Gaben küldte nekünk, köszönjük szépen. És a BKK Facebook oldala szerint mától kezdve 3 héten át módosított útvonalon közlekedik a 143-as és a 243-as autóbusz, mert a harmadik kerületi égető utcában útfél újítási munkákat végeznek. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Hát milyen kis egyedül maradtál ezzel a váhahahaha. Igen, igen, picit olyan magányosnak érzem. Igen. Halló, jó reggelt! Halló, Morningshow, nyertem? Jó van. Humor van, minden van. Jó van. Azt mondták, hogy legyek vicces, hogy igyekszem nagyon. Jó van. De hát akkor miért nem vagy az? Hát nem tudom. Csak ülünk. Nem. Én nagyon vicces. Az jó. Vicces vagy, az jó. Máté, hello, merre vagy éppen? Én éppen Tatabánya felé, vagy Tatabányánál az M1-esen. Minden oké, lehet haladni, jó az egyes? Lehet, jó. Ködet kicsi van, hőmérséklet jó, minden oké. Oké. Jól van, köszi a kis közlekedést. Na, akkor válaszál valakit, ugye Feri nincs, kivel játszanál? Janival. Janival. Jaj, de jó fej vagy. Jó. Egy perc, nem több, nem kevesebb. Rád beszélt Anna, vagy tényleg engem választottál? Tényleg egy választottam. A morgos kis koboldot. Igen. Na figyeljetek, indítom az órát, jó? Egy perc, 3, 2, 1, és tessék! Dolgozni mész valahova? Persze, dolgozni megyek. Merre fel? Áruá, Pápa felé. Pápa felé. Rendszeresen jársz oda? Még egyszer? Rendszeresen jársz Pápára? Hát, ez nem lehet rendszernek nevezni, de úgy elvitve. Hoppá! Meg volt. Hoppá! Meg. Nem lehet rendszeresnek nevezni, valami ilyesmit mondtál. Szép vagy, Jani! Köszönöm szépen. Árut szállítasz? Igen. És milyen árut, milyen jellegű áru? Hát élelmiszereket. Egyik jelentős multinknak az országban. Jó van, nem rontottuk el nagyon a reggeledet ezzel most? Nem. Jól van, akkor. Beszéltünk, azt hittem, hogy milyen simán fog menni, de ez nehéz így. Tehát jelleg... Igen, amikor adásba kerül az ember, azért az igen, mindig picit bonyolultam. Igen, akkor elfelejti, hogy mi is hitt a... Mi is már a telefonálás, igen. Máté, köszi, vigyázz magadra, jó utat. Én is, köszi, ti is. Szia. Hello, ciao. Na, busz nem ütközött Csepelen, téves a másik info, egy baleset van, írta Timi. Uh-huh. Timi, te drága vagy. Hát ez, hogy helyre tette az összes SMS-t küldött azonnal? Olyan cukker vagy. Képzeljétek el, hogy na, az egyesi villamosnak a vonalát nem csak egyszerűen fel fogják újítani, számomra egy viszonylag új információ, valahonnan már így hallottam róla ilyen félmondatokat, félszavakat, de úgy nem nagyon hittem benne, viszont egyre több helyen látom, meg hallom, hogy füvesíteni fogják a sineket, illetve a sinek közti részt. Marha jól fog kinézni. Füvesíteni. Uh-huh. Jó, mondjuk félek, hogy tele lesz dobálva egy hit után szemétel, de nem, ne legyél ennyire negatív ma reggel, Jani, léci, kérlek, jó, nem igen, leszek. Ne legyél papás, szóval, aki nagyon mindenén nagyon... morog. Igen. Nem. Miért tesznek oda füvet, azon jobban megáll a papírgalacsi. Semmi sem olyan jó, mint régen. Mint ez a, igen, ez a komcsi reklám. Kár, hogy a régi jó dolgokban nem marad semmi. Szóval, hogy füves. Tegyenek füvet, az jó. Iszonyú jól fog kinézni. Csak például a mentőautó, majd ha ott megy, akkor az nem darálja le, mert ugye ott a Hungárián sokszor kell a sinekre menni. Nem, akkor ott fog menni a mentőautó. Szerintem a kereszteződésekben marad a kő, tehát hogy biztos, nem arra gondolok, hanem amikor a dugót kikerül, a párhuzamosan a sinekkel megy a sinen. Nem a kereszteződésekre gondolok, hanem amikor a sinen megy. Ott a pont megfogtál. Ugye? És még csak 7 óra van. Jó, de legyen fű, ez jól néz ki, ezt nagyon sok ilyen csinálják, nagyon sok ilyen simpár van Franciaországban, Spanyolországban, Angliában, és baromi jól néznek ki. Ugye két sín között fű, úgy ez akkor néz ki jól, ha ezt vágják, nyírják, és öntözik, tehát akkor ez baromi jó tud lenni. Olyan hangulatot ad egyébként egy nagy sugárútnak, Argentinában is láttam, ilyen gyönyörű, gyönyörű szép.
nem azok a pampák voltak. Ez is igaz. igen. De hogy szóval tényleg, tényleg jól tud kinézni. Ha az ápolják, gondozzák, ez egy nagyon jó ötlet. Szép lesz ez. Meg tök jól lehet haladni a Hungárián, tehát most mindenkit elijesztettünk onnan, mi is, meg mindenki, hogy mekkora dugó van, mert hogy ott mindent felújítanak, senki nem megy arra. Laci mindig mondja, hogy minden reggel 8-kor 15 perc alatt itt van. Tehát, hogy jól lehet menni a Hungárián. Hát figyelj, az emberek elkerülik. Egy útinformunkkal utakat seprünk ki. Hát egyébként, ezt most bemondjuk, hogy vége az alsó rakpartnak meghalt, és senki nem menjen arra, akkor konkrétan üres lesz a forgalom. Na jó. Oké, jönnek a hírek újra, jó? Hisz annyi minden történt az elmúlt 10 percben. Hisz rengeteg dolog történt a nagyvilágban, utána jövünk mi is. 3 perc múlva pontosan 7 óra. 6 óra múlt pontosan 7 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, illetve már 7 óra múlt 7 perccel. Hello, Jani! Szia, Bali, jó reggelt! Figyelj, jó vége lesz ennek? Most komolyan kérdezem, hogy jó vége lesz ennek? Hogy ne lenne jó vége? Már minek? Annak, hogy átültél a pulthoz. Nincs a Feri, lehet egy kicsit garázdálkodni. Figyelj, tudod, mint gondolkoztam? Na min? Hogy azért lassan már te is 20 éve médiázol, meg én is. Így van. De mégis van egy... És rajtad látszik is. Igen, de viszont még mindig kipjent. Van egy teljesen megfejthetetlen... Nem így értetted, te hülye, hanem hogy te legalább szakmailag épülszél. Ja, nem, te is, az csak... Te legalább kipjent, vagy nyílva. Hogy van valami, amit nem tudok hova tenni. Na. Méghozzá ez amikor az a híradósok... Tessék? Az a 20 pótméter? A pótméter? Nem vidéki. Pótméter. Nem erre gondoltam, hanem hogy mi az, mondd meg nekem őszintén, amit a híradósok aláírnak. Aláírnak a híradó végén. Itt nálunk be van kapcsolva a tév. Szívemből beszélsz. Hogy vége volt a híradónak az egyik kereskedelmi csatornán, és vége, ugye ők még mutatják, ha ketten vannak, akkor valamit beszélnek egymással. Ugye? Így van. Tehát akkor valamit ők ott úgy dumálnak. Ha egyedül van, akkor még meg kell várni, amíg eltelik az a 4-5 másodperc, amíg tulajdonképpen ugye őt mutatja a kamera. Ha van ott egy toll, akkor ezt a tollat megfogja, és elkezd valamit aláírni. De mit ír alá, saját jelenléti ívét? Vagy itt voltam, kitöltöttem a munkaidőt, mehetek haza? Ezt nem tudom megfejteni. Szerintem a TV2-n ilyen perc alapú elszámolás van, és ahogy befejeztem mondani valahogy rögtön alá kell írnia, és akkor az alapján fizetik. Vagy én nem tudom, de hogy tényleg olyan fura az egész. Mi a jó Istent kell neki szignózni a közvetlen utána? Kipipálja a hírt, ez megvolt, ezt a többieknek már nem kell beolvasniuk, vagy mi? Igen, hogy ezt már nem mondja el senki délután. Ugye az is nagy rejtély, hogy ők mit mondanak egymásnak, de hogy amikor ő egyedül valamit aláír, azt meg fogom kérdezni a szellőt egyszer. Már a szellő nem ír alá egyébként. Ott üldögél, összeszedi a papírjait. Ugye van ott egy 5-6 másodperc, amit még ki kell töltened. Ugye, amíg ott téged mutat a kamera, ősz, nem kezdhetsz el integetni, ilyet csinálni, meg nem tudom. De hogy, és a 10-ből 8 aláír. Saját magának egy papír van előtte, és arra valamit ráír. A szellő nem szokott aláírni? A szellő nem ír alá, nem. A Pakman szokott aláírni, a TV2-n most volt reggel egy srác, ő is aláírt. Egy szerezünk már meg egyszer egy ilyen papírt, kérjük már meg a Trütkot, a csempészeki nekünk, hogy mit ír rá? Ráírja, hogy Vagy ez hogy van? Mit írhat alá? Tudtél valamilyen jelenléti ívszerűség? Hát, hogy akkor ott mit tudom, lezárja az aznap reggelét, és akkor, na, én már végeztem, mindenki menjen a dolgát. Csúnyát azt nem írhat rá, mert ha esetleg csúnyát mutatnak, akkor valószínűleg kirúgják őket. Tehát, hogy ilyen rajzolgatás, ez biztos nem. Tényleg, mi van, ha rajzol valami? Érted? Nem tudom. Na mindegy, csak most látom. De valami obszén dologra gondolsz? Hát még valamit, persze, valamit oda rajzol, áthúzza. nem tudtam megfejteni. Na mindegy, jó. Vannak friss közlekedési híreink egyébként. Trafi az M0-áson Vác felé, az M3-as előtt, ezt Tisza írja nekünk. Valamint Szegeden a 2-es villamos szakasza is füvesített, úgyhogy nem kell messzire menni, írták ezt nagyon sokan egyébként szegediek nekünk, hogy nagyon szép. Tényleg, egyébként ez eszükbe se jutott, de ott is hűvösítve van, azt láttad? Nem, de az SMS alapján egyébként felkeltett az érdeklődésemet a dolog, úgyhogy mindenképpen utána fogok nézni, mindenképpen keresek róla majd képeket a neten. Egyébként a BKK-nak van egy olyan oldala, hogy bkk.hu/fejlesztéseink, per 1-es villamos és 3-as villamos fejlesztése, és ott fenn vannak a tervek. Tehát, hogy ott lehet látni, hogy melyek azok a szakaszok, egyébként körülbelül a két mostani végállomás lesz az, amit füvesíteni fognak, aztán későbbiekben ez nyilván majd kitolódik az új végállomásokhoz, mert hogy egyébként az egyes villamosnak a szakaszait, illetve az egyes villamosnak a szakaszát, ezt ki fogják majd bővíteni 2015-ben az Ürömi útig, illetve a Kelenföldi pályaudvarig fog majd elérni.
És mondom, a végét fogják nyilván ott a legegyszerűbb megoldani ezt a fűvágás, kezelés, mit tudom én, gyomírtózás, vágás, locsolás, stb. Picit rá vagy gyógyulva erre a füvesítésre. Arra tetszik, tök szimpatikus. Mert tényleg volt egy pár hónappal ezelőtt láttam képeket ugye a bécsi, valamelyik bécsi villamosról, és akkor ott láttam ilyen füvesített pályaszakaszokat, és gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Kell a zöld, kell a zöld. Nem ilyen zöld. De és ott fogsz meg négy kéz lemászkálni. Igen. Ez a szép zöldje. Marokkó. Ja. 31-es főúton Mendénél csatornázás miatt óriási a dugó. Üdv Péter. Csepelen a pláza kereszteződésében autóbusz ütközött, alakul a dugó. Ez Timó írta nekünk. És az M7-es 42-es kilométerénél is készülnek jelen pillanatban fotózni a jól megszokott módon. Bali, késik az órátoknál, a minimum 8 perccel van több, mint amit bemondasz. Puszi Anita. Hát nem tudom, most ez a 7 óra 12 számomra egészen reálisnak tűnik. Ha nálad 7 óra 20 van, akkor szerintem nem biztos, hogy bennünk van a hiba. Akkor a fogadóban van a hiba. Ilyen nálunk is 7.13 van egyébként most. Már 7.13. Nem, nincs ezzel gond. Mi jót mondunk? Na, de várjál, még mielőtt tovább mennék, azért mondjuk már el azt, hogy én évek óta nem láttalak így ebben a pozícióban, mint most. Jó, mindjárt lejövök gyertyárásba. Hihetetlen, hogy még mindig milyen havas a senki. Balázs átült a pulthoz. Hát te régen, amikor a rádió... Létszámlépítés lesz? Megszabadulunk egy technikustól? Amikor a Feri elmegy, akkor tudok egy kicsit garázdálkodni, mert egyébként nincs erőm keverni. De hát régen a rádió DJ-be együtt dolgoztam. Persze, azért mondom, hogy a DJ-ben annak ilyen Balázs kevert, és olyan most gyakorlatilag ugyanebben a kevert, kavart, sékelt. És most ugyanezt történik. Tök jó látni. Ugye? Aha. Na majd csak figyeld, mikor kikapcsolom a mikrofonodat. Csak figyeld, emeld már fejebb a széket. Te ülsz alacsonyan. Ja. nem nekem kell följebb. Ebbe is van valami. Na, kaptam egy papírt, és erről akarok beszélni, mert egy picit meg vagyok ijedve. Na. Jött egy végzés. Inkasztó. Jött egy végzés a Budaörsi járásbíróságtól. És hát ez nem tűnik túl megnyugtatónak. Amiben azt írják... Járásbíróság a vármegye házáról. Figyelj, mert komoly. Na. Sebestyén Balázs Ottó. Tehát ez már önmagában is azért. Hát ez nem te vagy, mindenki tudja, hogy Sebesti Balázs Pocahont, azt az igazi nevet. Neked csak Oti, ha gondolod. 77. július 18-án született, itt magamra ismertem, hogy jó helyre jön a levél. Elkövetővel szemben, tehát így folytatódik a levél, hogy elkövetővel szemben, helyszíni bírság, pénzbírság átváltoztatásával kapcsolatos szabálysértési ügyben közli a nem tudom milyen rendőrfőkapitányság, mint elsőfokú szabálysértési hatóság, jogerős határozattal kiszabott 5000 és 10000 forintos szabálysértési eljárás után az átváltoztatást elzárásra ezen indítvány beterjesztette. Mészesít, regecó! A bíróság tájékoztatja, hogy a bekezdés alapján nem lép a meg nem fizetett helyzetbírság. Ez egy szabálysértési elzárás. Ha az elkövető, felsorolják, hogy mikor nem lehet engem elzárni. Egyik sem vagyok. Jelen pillanatban ott tartunk, hogyha nem lépek ez ellen, akkor engem elzárnak. Na most 10.000 forintom van szabálysértésként, ami azt jelenti, hogy 5.000 forint egy nap, tehát 2 napra be akarnak nyomni. Érted ezt? Hát figyelj, de szerintem viszonylag könnyen megúszhatod a dolgot, ha befizeted a 10.000 forintot, de szerintem ne. Legyen ez egy teszt a lelke rova. Egy 48 órás. Mi van akkor, hogyha nem fizeted be ezt a 10 rugót? Én nem emlékszem erre igazából, tehát hogy biztos, hogy volt ilyen, valahol megint valami rosszat csináltam, rossz helyen parkoltam, nem tudom, elkapott a rendőr. Hát valami mikromágiáról van szó, mert hogy mondod, átváltoztatásról, valamit átváltoztattál. Valaki, de ez a saját külföldből Danny Blue segítségével. A muglikat elvarázsoltam Roxfordba, de hogy nem tudom, hogy hol befizetni, mert nem emlékszem, hogy mit kell befizetnem, ez a legnagyobb baj. Tudod? Tehát, hogy nem tudom, hogy mit kéne befizetnem. Na most, ha nem tudom, hogy mit kéne befizetnem, akkor nem fogom tudni befizetni, ha csak föl nem hívom ezt a Budaörsi járásbíróságot, be nem megyek. De mi van akkor, ha én mondjuk ezt nem bontom ki, akkor 3 nap múlva megérkeznek, elvisznek bilincsbe és elzárnak 2 Elvérben napra? Elvérben igen. Kijönnek érted a zsandárok a járásbíróságról? Igen, kijön a... Bíró és 2 zsandár. Igen, és a piac téren, felakasztanak. De most komolyan mondd meg nekem, hogy mi van. Hát be kell menned a járásbíróságra, és ott be kell fizetned. Ott van egy pénztár, kész egy csekket, és akkor ők igazából teljesen mindegy, hogy miről van, szóval nem is kell ráírnod. Van egy ügyiratszám azon a papíron, ráírod az ügyiratszámot a csekre,
beírod azt, hogy 10 000 forint, és most meg fogsz lepődni, átadsz 10 000 forintot. És akkor már meg is vagy. De én ezt nem tenném a helyedben, mert sokkal izgalmasabbnak hangzik az, hogy 2 napra sítre mész. Jó, hova megyek akkor? Tehát hova megyek? Van egy külön szabálysértési eljárás? Hát hova akarsz? Dabu Roland is most átkérette magát tökőre. Szabálysértési eljárásokat be nem fizetett helyre megyek, ahol... ahol ül, vagy előzetesbe megyek 2 napra, vagy máshova megyek, akik egyébként ott ülnek, és ami közlekedési szabálysértést elkövettek, nem fizették be, hogy hova megy az ember. Tehát engem ez érdekel. A gyorskocsi. Mert ha a dolog jó, akkor bemegyek 2 napra, csak kipróbálom. Lesz a priuszod attól, hogy te bementél 2 napra? Hát lesz hát. Lesz? Hát onnantól kezdve te sittes vagy. De miért lennék sittes? Hát ez csak egy szabálysértési eljárás. Hát én nem. Ki jönnél ilyen börtöntelt kokkal már 2 nap után, ilyen rettenetesen vagy. Rettenetesen átváltozva, ilyen kőkemény bűnözővé. Szia kicsim, elosztok. Ügyes srácok, ez a te széked csak volt. Írdatlan keménybe tolnám. Tehát mi van akkor tényleg? Tárgyalás van? A tárgyalás után én már vigyem be a csomagot. Nem a kell tárgyalni. Hát ez már előre jelzi, hogy nincs itt tárgyalás. Érted, fognak, kimenek érted a zsandárok, aztán nehéz vasba bekísérnek a vármegye házára, gondolom ez, ahova felszaladt a páva. De egyébként szerintem a lakóhelyethez legközelebb eső végrehajtási intézménybe kell majd bemenned, fogházba. És 2 nap fogház? Tehát az miért már fogházba akarsz menni? Hát egy keményebb vagy, mint gondoltam. De nem, hát a fogház, a fegyház az már különböző ugye, mértékei a szabadságvesztésnek. A legenyhébb a fogház, ugye a legdurább a fegyház. Miért kéne fogházba mennem? Bevisznek 2 napra egy rendőrös, és én ott ülök elzárva, gondolom igen. Valahol egy iroda mellett. Igen, nem? Igen. Ez nem a fogház. Tehát a fogház, ahol te már letöltendőt töltesz, ami ugye a legegyébként. Akkor egy ilyen előzetesbe. Tényleg. Akkor valamelyik kapitányságon. Biztos van egy ilyen izé. Hát minden kapitányságon van egy ajtó, ahol azokat tartják, akik mit tudom, még nem fizettek be, vagy nem akarják. Nem, akar. Az ajtó, az csak a helyiségeknek az elején van. Általában ott haladnak át. Az ajtó az önmagában kevés. De hogy ott szerintem így van. Így van. Ott van valami kis cella, vagy valami kis ilyen zárka, és akkor szépen oda bezárnak, és 2 nap múlva elengednek. Kipróbáljuk, hogy ez milyen? Szerintem igen. Lehet onnan telefonálni? Bejelentkezni? Pizzát kérni? Olyan nincs. Nem. Gondolom. Szerintem telefon nem tudsz bevinni, de naponta azt hiszem egyszer tudsz csörögni. Már rég voltam sitten. Már így nincs meg nagyon a dolog. De az viszont meg van határozva, hogy mi az, amit bevihetsz. Tehát, hogy szerintem így a 2 napra való váltás. Ilyen tiszta ruha, meg tisztálkodó eszközök, meg ilyesmi. Nem tudom, hogy például beviheted a hajsütővasadat. Hát, ha kell, akkor beleülök és úgy viszem be. Testi botozás. Hát itt meg... Hát ez meg... Hát itt meg vilapul. Hát ez a kábel meg itt micsoda, hova vezet? Na. Igen, göngyölítsük fel az ügyet. Figyelj, én az is kipróbálom. Kapok reggelit, ebédet, vacsorát. Igen. Rendesen mindent? Megy ebbe a sítre. A farkasház is bevonult annak idején 1 napra, azt hiszem. Azt írja meg nekem valaki, hogy ettől büntetett előéletű lesz. Mindenkit helyre tett a cellába, aztán. Ha igen, akkor nem megyek be. Ha bevihetek egy váltásfehér neműt, ha bevihetek arckrémet, ha bevihetek, mit tudom én, tisztálkodó eszközöket, akkor leülöm. Akkor azt most nem fizetem be, és akkor kipróbálom, hogy milyen. Mi ez, kicsi? Arckrém? Akkor rossz helyre kentem. Rohadtul csíp. Lejalogatod. Van nálad már a szörp kiskáska. Rakd már ebbe a pihámot. Milyen buta, ostoba sztereotípi ez a börtönnel kapcsolatban, aha, nem? Ja. Rakd már. De igen, de azért ez nem, a kísérlet már erre ne terjedjen ki, szerintem. Te akkor nem mehetsz majd például szavazni? Hát azért ez még számomra nem elrettentő erő. Nem ezt is megúsztad. Ezt is megúsztam, hogy ne kell mennem, igen. Igen, tehát erkölcsi bizonyítványt például nem kaphatsz utána egy darabig. Mennyi az elővülösi ideje? Minek? Már ennek a izének, tehát hogy oké, megkaptad a 2 napodat, elzártak, és akkor utána mennyi ideig nem kaphatsz erkölcsi bizonyítványt? De most, ha van, akkor minek kérek újat, érted? Jó, hát. Most gyorsan bekérem előre. Elrakom. Nem csak úgy kalandvágyból eszembe jutott, hogy egyszer csak így tudod. Így szerintem bemegy. Óriási lenne. Mit tudom én, szombat vasárnap bemegyek, és akkor hétfőn elmondom, hogy milyen volt. Figyelj, összeverekedek egy lesi fotóssal. Igen, és bemegyek én. És nem egy helyre kerülünk. És nem egy helyre tennének. És engem valami nagyon, sajnos nem volt szabad, hogy irány a csillagvadonunk. És te valami nagyon bejönnél. Csak egy éjszaka ki lehet bírni. Én valami ilyen nagyon durva ilyen wellness részlegbe mennék. Én meg mennék egy ilyen 10-es zárkába. Melyik a helyem?
A helyet, kicsim. Ha. Itt van alatta. Szabad prics nincsen. De ha akarod, én meghúzom magam. Illetve nem, most, hogy már itt vagy, nem is magam húzom meg. Na, ha valaki volt bárben, mondja már el, hogy ez milyen. Tényleg. Mennyibe kerülök én, ha bent vagyok? Mert ugye tőlem 5000-et vonnak le, de lehet, hogy ugye egyébként én drágább vagyok. Ennek is érdemes lenne utána járni, hogy mennyivel terhelem én meg a költségvetést. Érted? Lehet, hogy kiderül, hogy én 9000 forintba kerülök, de tőlem csak 5-öt vonnak le. Tehát az államnak nem is éri meg bemenni. Vagy nem is akkora bizniszbe menni, mert hát, mondjuk kijön, hogy fejenként egy napi bentlét, adóval, mindennel együtt, az mondjuk 10000 forint. Hát akkor nem éri meg. Nálak. Tessék? Én dolgoztatnálak. Mit csinálnál velem? Hát lehetne a stylist, vagy nem kivasalnám a bőrt. Ott rendbe tennéd, igen, rendbe tennéd. Ezt egy kicsit beljebb, ezt egy kicsit feljebb, ezt itt szegétekbe, ezt itt varjátok, de nem ártam egy kis teppel, és az a nyakkendő, az hogy áll? Érted, egy rendbe tennéd őket szépen. Tehát azt kellene, hogy aki mondjuk ilyen két napra bemegy, akkor azt valami, mit mész a fekete mosogatóba, vagy ilyesmi, felmosatják veled a hosszút, megtakarítatják veled az ablakokat, akármi. Nagyon jó SMS-eknek. Már várunk Balázs, írja avokádó. Az avokádó nagyon jó. Balázs nem te leszel bezárva, hanem az ajtó, írja Misok. Előbb behívnak egy tárgyalásra, ahol a bíró átváltja, majd kapsz egy időpontot, hogy mikor kell bemenni. De kapsz a bíróságon csekket. Kitartás, nekem NOV 18-án kéne bemennem. Ja, és nem érinti az erkölcsidet. Ezt Mentős Peti írja nekünk. Balázs, ezek nem tökölnek, egy 10.000 forintos büntetést elhanyagoltam, és hajnali 3-kor rárúgták az ajtót a zsaruk a nagymamámra, a bejelentett lakcímemre. Üdv Gábor. Üdv Jézusom. Gábor. Olyannyira nem tökölnek de egyébként, hogy Baracskára mész, ahogy írják. Igen? Aha, Baracskára oda mennek a szabálysértők. És a tek jönnek ki, értem? Tehát gondold-e, hogy 10.000 forintért rám rúgják az ajtót, mennyi pénzbe kerül az, mire kijönnek, mennyi pénz, mire előkerítenek, mennyi pénz az, mire téged bevisznek. Sokkal többbe kerül az egész intézkedés, mint annyi, amennyit ér az, hogy én befizesek 10.000 forintot. Biztos vagyok benne, hogy a tech menek érted, mert elég nagy a kérted az, hogy leszálljanak helikopter, és minden túl reagálnak egy picit. Biztos, hogy bevetnék az összes arzenát, áttörnék a falat valami ízével, valami páncélos járművel, leszállna egy helikopter, kiugrálnának belőle 20-an, a hátsó kerítésen is bedőlnének valami ízével, ilyen nem tudom mik, idomított kutyákkal, akármi, és elárasztanák a házat, nem értene az egészből semmit. Éppen néznéd a Homeland akár x-edik részét, amikor berobbantanák a, hogy hívják ott, az üvegablak. Helikopter lesz. Csak azt nem értem, mondd meg nekem, hogyha ők pénzt akarnak, akkor mi annak az értelme, hogy téged bevisznek? Pénzbe kerülsz az államnak. Pénzt veszel ki a zsebükből. A 10.000 forintot nem kapják meg. Neked be kell menned két napra. Két napig nem dolgozol. Kiesik a keresetet. Ha mondjuk, érted? Tehát sokkal többbe kerül valakit leültetni, mint valahogy letiltatni mondjuk a fizetésüket. Akkor miért nem hajtják be? Rosszul látom ezt a dolgot. Mi abban a jó az államnak, hogy mondjuk beviszi az embereket és leülteti? Hát attól neki nem jön vissza a pénze. Érted, mit kell ezek? Sőt, többbe kerül, mint amennyit többen akar hajtani. Nem? Ezért kellene azt csinálni, hogy ott bent egy olyan tevékenységet végeztetni azzal az emberrel, amiből a 10.000 összejön. Veled például ott, mit tudom, műsorvezeték, vagy hogy hívják, médiakurzus, vagy ilyesmi. Hát ennek a sokszorosát kéred el egyébként, ha elmész. Sziasztok, kedves, egybegyűltek az első óra az interjú készítés. Dögölj meg! Elkapunk, kicsi! Gyere velem, riportozzál! Ide riportozz az én mikrofonomba, kis szöszi! Jaj, kedves uraim, hát őrizzük meg a méltóságunkat, akkor nézzük, hogy mi az interjú és a riport között a különbség. Este lesz a riport, kistáska. Tehát körülbelül ez lenne? Hát körülbelül. Szerintem körülbelül. Ott is vannak, akik erre fogékonyak lennének. Há, igen, egy gyors tarpaló médiakurzus 15 órában. Biztos vagyok benne, mert hogyha most gondolj be, hogy például van egy csöpögő csap, vagy van egy csőtörésük, vagy ilyesmi, hogy arra nem hoznál, de nem, csak azt mondom, hogy ha arra például hozzatának egy szakembert, akkor érted, kiszállási díj, javítási díj, stb. Nem egyszerűbb megnézni a nyilvántartásban, hogy hol van egy vízvezeték szerelő, aki egyébként 10.000 forintért szabálysértését be lehet varni. Beviszik. Megcsináltatják vele a csapot, megcsináltatják vele, ez kb. Egy nap, nem kell fizetni érte a kiszállási na de velem mit? Tehát tudod, hogy van 10.000 forint. Én kétkezi munkában tudod, tehát török zúzok, de hogy én egy csavart nem tudok nagyon becsavarni. Van egy hallgatónk, Nika, aki elfelejtett befizetni 10.000 forintot. Hello, Nika! Szia! Hello, jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, te nem fizettél be szintén 10.000 forintot? Hát a röhely az, hogy én be is fizettem azt a 10.000 forintot,
De ez a sztori egy kicsit durvára sikeredett, mert ugye ez a, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, van egy olyan, hogy az óvodai nevelésben való részvétel megsértése című törvény, ami arról szól, hogy ha a gyereket 10 órát hiányzik az iskolából igazolatlanul, akkor ezért 10 000 forint büntetés jár. Azt nem is részletezem, hogy a gyerek az hogy került ebbe a slamasztikába, az is tök jogtalan volt, mindegy. Kiszabták rám a 10 000 forintot, amit elfelejtettem befizetni, ahogy te is jártál először. Majd kijött egy végzés, hogy vonuljak be 2 napra álhalmai büntetés végrehajtó intézetbe, nehogy ez egy óriási vétek volt. Az nem számít, hogy mások lopnak csalnak, az én gyerekem nem ment 10 órát iskolába, de mennem kellett volna. És akkor ezt gyorsan ennek örömére befizettem, hogy mondom, már mégsem menjek el 3 gyerek mellől 2 napra a börtönbe, és befizettem a csekket. Én azt hittem, hogy jó végeztem dolgomat, míg nem, ez is a tavalyi évben volt, 2012-ben. Míg nem 3 nappal ezelőtt csöngettek hajnali 4:45-kor. Hát azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány, kimegyek, 2 rendőr áll az ajtóba, hogy azonnal nyissam ki az ajtót, öltözzek, mert visznek Pálhalmára. Jézusom! Mondom, micsoda! És akkor kérdeztem tőlük, hogy ugyan mondják már meg, hogy miért szeretnének engem Pálhalmára vinni. Ők azt nem tudják, az a lényeg, hogy öltözzek, és már mondom, maga viccel most velem biztos. Tehát én tudni, hogy addig innen el nem megyek, míg meg nem mondja, hogy nekem miért kell mennem, de hogy azonnal engedjen be. Ugye lakótelepi lakás rács van, nem akartam beengedni, azt sem tudtam, hol vagyok. Na mindegy, végül addig megzártak, amíg be nem engedtem őket a lakásba. Előkapott egy idézést, ami az volt rajta, hogy egy akármilyen határozott szám alapján én bizony öltözök és haladjak szépen a börtönbe 2 napra. Ami hozzátartozik a sztorihoz, hogy 2 kiskorú gyerekem aludt itthon hajnalba, én tök egyedül velük, senki meg nem kérdezte tőlem, hogy mondjuk, hogyha elvisznek, akkor mi lesz a 2 kiskorú gyerekemmel, tehát egyik rendőr se kérdezte meg. És mondtam nekik, hogy én biztos, hogy nem mondja meg, hogy miért kell mennem. Akkor bogarászott egy darabig az idézésével, mire mondta, hogy kiválthatom 10 000 forint befizetésével, most rögtön megint öltözzek, és haladjak szépen a Fogarasi úti Tescóba most velük. És ők elkísértek téged, hogy fizess be a csekket? Hát el akartak kísérni, de mondtam, hogy én addig innen el nem megyek, én be nem fizetek semmilyen 10 000 forintot, még meg nem mondja nekem, hogy ugyan miért kéne nekem azt befizetni. Mire a rendőrnő, aki velük volt, közölte velem, hogy az óvodai nevelésbe való részvétel nem rémlik. Akkor kezdtem itt kapizsgálni, hogy hát mondom, ez valamikor tavaly volt egy ilyen, de akkor már eltelt 1/2 óra, tehát addig vitáztunk, hogy én nem megyek, nem öltözök, putifix, és akkor kérdeztem, hogy nem zavarja, hogy itt van 2 kiskorú gyerek? Az nem az ő mondja, addigra a 2 kiskorú gyereken frászt kapott, mert ugye itt vitatkoztunk a konyhába, hogy hova akarnak engem elvinni. De nem vittek el végül. Hát végül nem vittek el, mert de ez is csak annak volt köszönhető, hogy akkor a rendőrnőci az addig keresgélt a papírok között, ugye, amíg ezt meg nem találta, hogy miért is. Akkor utána mondta, hogy azonnal keressen meg a csekket, vagy haladjunk a rendőrségre. Hát mondom, azok magának az a fixa ideje, hogy engem hajnalba elvisz a 2 gyerek mellől. Nagyon rá volt gerjedve. Igen. Igen. Nagyon el akart téged vinni. Akkor ezek szerint nem volt álló kártya leolvasva. Nem volt. Hát meg 16-tól szólított fel, hogy öltözzek és haladjak szépen velük. Igen, és hát tudod, hogyha bemész, akkor ugye az előállítás költségét is te fizeted, szóval, hogy azért azt ők utána ráterhelik. Szuper, na ideig nem jutottunk, de én már olyan ideges voltam. És pláne az, hogy látja a 2 gyerekem, hogy itt vegzál a 2 rendőr, hát attól teljesen kimoltam. És akkor mondtam a rendőrnek, hogy jó, várja meg, én megkeresem ezt a csekket. Na akkor nagy nehezen nekiálltam körülbelül 500 csekk között keresgélni, hát a tavalyi csekket franc se tudta, hol volt. Na mindegy, megkerestem a csekket, megtaláltam, na és akkor jön a habatortán, azt mondja nekem, hogy látja, hogy ezt a kormányhivatalnál fizettem be, de bizonyítsam be, hogy ez a 10 000 az a 10 000, amiért ők jöttek. Mi van? Hát, mindenit. Hát mondom, most viccel velem. Na akkor a csaj megint elkezdett ilyen számokat keresgélni. És mindezt a rácsokon keresztül? Tehát, nem, addig már a konyhában benne a lakásban. Igen, én tiszta idegbetegen, a rendőr meg ír ilyen kis 20 éves, komolyan fiatal, nagyon fiatal, szemérmetlenül fiatal srác volt, aki olyan hangnembe beszélt velem, hogy én már attól kaptam fel a vizet, hogy úgy bánik velem, mint valami nem is tudom milyen bűnözővel. Hát ő már itt volna. Persze. Hát az ő szemében már csak egy adat voltál. Te csak az állam ellensége voltál abban a pillanatban. Abszolút, igen. Totál, tehát a legmélyebb. Meg is kérdeztem tőle, mondom, ne haragudj, mondom, ha loptam, csaltam volna, embert töltem volna, mondom, akkor mi lett volna? Ha nekem ilyen kis pökhendiet, akkor nem mi jövünk, hanem a tech. Lehet, hogy én ezt megfizetem. Mondom, most már sokkal. Lehet, hogy azért milyen vérfagyasztóan hangzik, nem? Megjelen egy 2 rendőr, azt mondják, hogy óvodai képzésben való részvétel elhanyagolása miatt velünk kell jönnie. Hát igen. Így már vicces, de akkor hajnalban nem volt. Jézus. Ez olyan vicces. Nika, köszi, hogy elmondta. Köszi. Ciao. Köszi, hello, ciao, ciao, hello. Az érted, emiatt rabosítani valakit? Na, mire, ez most nem hangzott túl jól, én lehet, hogy befizetem. Nem, már.
megnézzük, hogy, puha. Megnézzük, hogy mi történik. Nézzük már meg, hát ha tényleg kimennek valamikor hajnal 6-kor. Jó, bejössz hozzá? Bemegyek. Tényleg? Mit kérsz? Befőttet vigyek? Téged. Valamit izélre, valami körömvirágkrémet. Az a hámsérülésekre nagyon jó. Na jó van, 7:30 pontosan 1 perccel, SMS számunk 06-70. Ha te hülye. Te magányos így voltál így egyedül. 645-00-00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát amit a hallgatónk az előbb elmondott, azért az elképesztő, nem? Hogy ez így történt. Nyilván nem minden esetben így történik, meg nyilván valószínűleg rendőri túlkapás volt. Hát de szabotált az óvodai képzést, Balázs. Na értem, de azért az, hogy ő hajnali 3-4 körül azt mondja, hogy hát neki 2 kiskorú van itthon, és a rendőr azt mondja, hogy ez nem az ő gondjuk, érted? Hát az mi van, ha nem jut eszébe, hogy befizette a csekket? Mi van akkor, ha nem találja meg a csekket, akkor elviszik? Tehát, hogy azért itt szerintem nem, ez nem volt egy túlságosan jó intézkedés. Ezért, ha ez valóban így ebben a formában történt, akkor, és ha elvisznek, akkor utána téged kártalanítanak? Vagy ha bebizonyítod, hogy te befizetted, mint hogy fél évvel ezelőtt, csak nem találod a csekket, és téged elhurcolnak, meghurcolnak, elvisznek, az átélt trauma, stb., akkor utána téged kártalanítanak? Hát akkor utána neked jogod van kártalanítást kérni. Én nem? Több dolgot nem értek belőle. Szóval azért ez egy kemény történet, amit ő elmondott. Mert ugye visszakérdeztek a rendőrök az ő esetében, hogy ők honnan tudják azt, hogy az a 10.000 forint, amit befizetett az államkincstárnak, az a 10.000 forint. Na most ennek a dolga, vagy ennek amúgy úgy kellene, hogy legyen, hogy rajta van a csekken egy ügyiratszám, egy ilyen hivatkozási szám, és hogyha mondjuk a rendőröknél van egy ilyen előállítási parancs, vagy van náluk egy jegyzőkönyv, vagy van náluk egy ítélet, akkor azon szintén szerepel valami hát, ügyiratszám, és akkor összehasonlítják a csekkel lévő. Hát valahogy neked is vannak azért jogai, tehát ha valaki oda megy, és azt mondja, hogy vonulj be hajnali 3-kor, hát azért az nem így van. Nem, persze nyilván elvisznek, de van ott 2 kiskorú, és te tudod igazán, hogy befizetted, akkor nincs, hogy akkor most te még mit fizettél be, meg milyen alapon, meg hogy rátörik a lakásajtót. Tehát azért ez akkor volt rá idejük, hát sok volt a szabálysértő. Kellett mondani mindenkit, érted, aki elszabotálta az óvodai képzést. Mi van, ha közmunkát kérek helyette? Az jó. Tehát mi van? Azt mondom, hogy én ezt most szeretném ledolgozni. Tudom, de remélem, én ezt most szeretnék hasznos lenni, szeretnék valamit visszaadni, szeretnék 2 napot én most dolgozni. De ne legyen szabadon választható, valami egészen testhez szólt, mondjuk egy adótornyot fessél. Oké. A magasságot úgyis szerette. Na, akkor legyen ez, jó, akkor én ezt most nem fizetem be, és megnézzük, hogy mi van. Akkor megpróbálom átváltoztatni közmunkára, és elmegyek közmunkára. Versenyezni fognak érte. Hogy hova menjek? Igen. Viszek egy üveg pál, ez szerintem tök jól el leszünk. Nem? De figyelj, a közmunkát is tagad meg. Egy zendülést. Igen. Egy lázadást. Egy szincsát. Így van. Nem, egyszerűen csak kíváncsiságból. Hát, hogy, mert ugye, ha te bevonulsz, azzal az államnak nem lesz több pénz, ha te közmunkára mész, akkor legalább valamit hasznosan megpróbálod a 10.000 forint kimaradt bírságodat ledolgozni. Annak több értelme van, mint hogy te valahova bevonuljál, mert ott csak pénzbe kerülsz az államnak. Nagyon sok SMS jön. Be nem fizetett csekk esetén kap az illető egy idézést a bejelentett lakcímre, hogy vonuljon be a megadott időpontban a büntetés végrehajtási intézetbe. Ha nem vonul be, a rendőrség elővezetést rendel el. Az elővezetés lehet mellőzni, végrehajtani és elállni tőle. Írja nekünk egy hallgató. Vali, ha nem akarod, hogy a krumpli egészben potyogjon ki belőled, akkor fizes. Balázs, a börtönből még úgyse volt élőadásotok, írja Gyula. Szavazást kell csinálni, vonuljon-e börtönbe Balázs, én igen mondok, ide bucsi. Jani, vigyél Balázsnak a börtönbe kocsonyát, az befér a rácson állítva. Nem borul ki. Engem elvittek hajnali 4-kor, majd reggel 8-ig ültem a fogdán, amíg ki nem nyitott postára várva, amikor kinyitott, elkísértek, hogy befizethessem a büntetést, írja Dani. Várunk kicsim, a cellatársa. Hétfőn hajnali 2-kor vittek el 4.000 forintért, 8-kor kivették a pórász bilincset a Váci nagypostára, utána visszavittek az őrsre, csekk bemutatása, és ezután levették a bilincset, és elengedtek. Ugye? Ennyi. Tehát ha befizeted, akkor elengednek, igen. Fia, akkor vigyél magaddal pénzt, de a rabosítás legyen már meg. Jaj, találtam egy 10-est a farzsebemben. Igen. És befizeted. Egy kúbban. Mondjuk egy sokkal jobban élvezni, aztán sokkal nagyobb sztori lenne, hogyha tényleg bemennél, és akkor a rácson az alumínium poharaddal így oda-vissza húzgálnál, így kerregnél, meg kattognál, és üvöltöznél hajnal 2-kor. Lázadás, engem nem törtök meg, rendőr, kussoljál egy gyökér, aludnia kerünk. Gyere, Bali, várunk, indulhatsz a Miss October címért.
Tényleg. Igen. Lehetné Miss Október. Az teljesen jó. Igen. Balázs, ott biztos, hogy te lennél a Wunderső. Menjél be sőt, élek a gyarúperről, hogy szuper szexi is lett. Én már ültem le pénzbírságot, 70 ezer forint büntét, napi 600 forintjával Baracskára vittek a többi igazi bűnözők közé, rablók, tolvajok, betörők, gyilkosok. Jól gondold meg, szörnyű volt. Hm. Igen, azért Baracskára bevisznek, az nem annyira szórakoztató. Hát nem hiszem egyébként, hogy összezárnak gyilkosokkal. Na, hát ez lenne a jó, hogy ezt valaki elmondaná, csak annyira nem mer senki nyilatkozni, hogy ez hogy megy. Ugye? De szerintem hasonlóan súlyos bűncselekményt elkövetők közé kerülnél. Te miért vagy benn? Nem fizettük be az ebédpénzt, és te a tanulószobára bejelentkeztünk, de aztán mégse vittük be a fiamat. Igen. És te szabálysértés, 10.000 forint. Én a rendőrséggel szemben lakom, a múlt héten hajnal 3-kor a 3 behozott rabot kibilencselték egy vashoz. Jó, hát az nagy dolgokat lát az ember egyébként. Tényleg, hogy nyilvános helyen török Bálintom, mondjuk például kiraknának egy kalodába. Nem? Az is jó lenne. Nyilvános megszégyenítés. Fejed, lábaid, karjaid szépen bele lenne zárva egy kalodába, és akkor kapnál egy táblát a nyakadba. Uh-huh. 10.000 forinttal lóg nekünk. Aláírás a magyar állam. Igen, és bárki oda mehet, megpofosszat, leköphet, bármi, mennyien jönnének. Közös fotó. Közös fotó, igen. Azt írja valaki, hogy ebben a szakaszban te már közmunkát nem kérhetsz. Tehát vagy fizetsz, vagy bevonulsz, de itt már nincs közmunka. Ennek utána járok hétfőre. Jó, most fölhívom a bíróságot, hogy mondják el, hogy mi van. De elvileg már nem kérhetsz közmunkát. Fel kell írnod előtte szerintem mindenképpen az Attilát, Ambrus Attilát, és tanuljál meg tőle egy kicsit így köcsögölni, hogy hívják olni. Ebben hát ugye ő szobrászkodik mostanában, igen, mindenféle ilyen bújkosokat, meg köcsögöket, meg kulacsokat formál, hogy érted, valamilyen el tud tölteni ezt a hihetetlen hosszú időt. Az egy nagyon-nagyon hosszú időnek fog tűnni neked, egy fél életnek az a két nap. Én voltam a győri állatkertben közmunkán, tök állat volt, írja Szabu. Damuval jól ellesztek, nem fog megvenni, írja egy másik hallgató. Na jó, oké. Megném, fölhívom őket, kíváncsi vagyok, már csak tényleg kíváncsiságból, hogy mi a fene van ilyenkor. Nem, nyilván küldenek egy cseket, de mi a másik alternatíva? Hova visznek? De ne ajtóskolászba, szerényen hívd fel őket. Én tudom, de abszolút. Háló? Igen, az. Igen. Ki vagyok? Nem, csak kíváncsiságból megkérdezem. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Valaki írja, ide tegyük te! Azért, fiat, ide! Azt tudod, mi az a Tengó és Kesben? Zsaruk, ide tegyék őket! Tengó és Kes nagyon nagy. Azt tudjuk egyébként, hogy egy csomó mű intézményben hallgatnak minket most nagyon jelenleg. Sokan. Egyébként szerintem nagyon sokan. Versenyeznének érted. Nagyon sokan. Tartottunk egyébként egy nyilvános árverést, abból egyébként a 10-es is összejönne, és akkor felajánljuk, amit tudom én, az összejött cigarettákat, mondjuk valamilyen nemes cél érdekében, nem? De hogy hol tart a bulvár újságírás, és milyen gyors, ezt nem hiszitek el. Már elképesztőek. Elképesztőek. Újabb magyar műsorvezető kerülhet börtönbe. A Klassz FM péntek mi reggeli van? Műsorában meglepő hírekkel szolgált Sebestyén nem Balázs. Már. Ezt nem hiszed el. Figyelj, meg kell őket dicsérni. Nem mondom be a nevüket, nem akarok nekik reklámot csinálni. Egyébként egy tök helyes újság, internetes oldaláról van szó. De most vagy ekkora hírhiány van, vagy ennyire interaktív már a magyar média. De hogy egy 20 perces megszólás után ők ezt már kirakják főoldalra. Reggel még nem tiszteltem őket. Most is. Sebestyén Balázs arról számolt be hallgatóknak, hogy levelet kapott a budaörsi járásbíróságtól. Figyelj, elképesztő gyorsak. Ez hihetetlen. Nézzük meg, van-e benne hazugság. Balázs érdekes kijelentést tett, hiszen azt mondta, az érdekesség kedvéért bevonulna két napra a börtönbe, hogy megnézze belülről is. Ettől a tervétől csak aztán torította el, hogy ezután már Priusszal rendelkezne, vagyis erkölcsi bizonyítvány nehezen kapna. Na ez nem hangzott el, mert hogy pont az van, hogy kapsz, nem? Tök gyorsak. Zseniálisan. Figyelj már fent egy olyan cikk is, hogy Sebestyén Balázs műsorvezető társa a tráger szavakat használt a műsorban. Kuki, fütyi, pöcs. Meg egy olyan is, hogy bevérzett élőadásban Vadon János aranyere. Jaj! Na ezt írjátok már, meg. Már érzem. Hol van a Lukas középi párnám? De tényleg nagyon gyorsak. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Jenő!
Sziasztok! Szia! Jenő, honnan hívsz minket? Martonvásárról. Hát és én játékra emlékeztem, de hát azért téma az hozzászólnékként, no. Azért börtönben dolgoztam, úgyhogy nem tudom, a kérdésedek van, akkor tudok egy-két dologra válaszolni. Te börtönben dolgoztál? Nem tudom, mennyire szeretitek ezt a szót, de smasszer, vagy börtönőr? Hát, igen, hát ez most már gyakorlatilag elterjedt, mert zsaruga rendőr. Aha. Tehát a munka alatt nem azt érted, hogy gyöngyöt fűztél, illetve zacskót ragasztoltál? Nem, a másik oldalon voltam, de már két évvel már nem vagyok. Úgy. Akkor most már tudsz beszélni. De vannak tévhitek, Balázs itt a fül az elméletedben, mert azért igazándiból ez nem tartozik, vagy nem számít ugye Priusnak, mert ugye csak egy szabálysértés. Azért mondom, hogy ez nem persze, igen, erről beszéltünk. A bűncselekménynél más helyzet, ott is megvan, hogy milyen fokozat már minősül Priusnak, tehát... Tehát ettől még majd szavazhat a választásokon. Úgyhogy olyan szempontból nyugodtan bevonul, tehát nem lesz Prius, viszont ami miatt nem javaslom bevonulja, mert megtudnád, hogy milyen az iki szerepe ott van, úgyhogy. Hogy mi várjál, hogy két nap alatt, most akik gyerekekkel mennek éppen iskolába, azok most kapcsolják ki. Azok már de azért ez most muszáj, azok már beértek. Azért, de én bevonulok, hát nem tesznek össze, vagy bevonulnék, nem tennének össze, mit tudom én, nem tudom, köztörvényes bűnözőkkel, nem? Nyilván nem, de ugye az a szabálysértek azok vannak ott, és az nem egyedül leszel egy cellában, hanem az ott esetben lehet, hogy 3-4-5-en. Aha. Az más dolog, hogy nem... bűnözőket, tehát nem bűncselekményt elkövettük, hanem a szabálysértők ellenére egy zárt kábel összecsukva, de attól függetlenül... Na, hát ők azért nem annyira kemények, gondolom, mint ahogy nem tudom, a rablók meg a gyilkosok, nem? Hát, nyilván ugye a szabálysértesítő tényleg négyesen olyanok vannak, akik nem tudják befizetni a pénzbírságot, és akkor azt választják, hogy inkább leülik. Nyilván, amit pont az így igaz, hogy van, hogy tehát most 10.000 forintért az államnak is sokkal többbe kerül, mint amennyi a maga a bírságnak az összege. Én ezért nem értem ezt a leülhetem, vagy arra választhatom, hogy arra... Hát, itt volt a Sárdi, amikor még ott dolgoztam nálunk, töltötte le azt a két napját, ilyen, hát ő is ilyen... Én tüntető jellegre vonult be gyakorlatilag csak azért, hogy demonstrálja, hogy ez figyelj, az államnak. Mi a reggeli például? Mit kapnék? Hát, kenyeret, folyos kenyeret, felvágott a teát. Vacsi? Hát, a kenyér főzadék, a meleg étel szokott néha lenni vacsorára. Nem olyan rossz. Zuhanyozni lehet? Hetente egyszer, amit kötelezően kell biztosítani. Hát de lehet, a két napba pont beleesik a heti egy, nem? Így van. Tehát, hogy ha pont akkor megyek be, amikor csütörtökön van a heti, egy én szerdán megyek, akkor csütörtökön ott vagyok a közös zuhanyzáson. Nem úgy adott napon, hanem egy hét alatt egyszer. Figyelj, ez nagyon jó lehet. Kíván, aki dolgozik, tehát annak a napi szinten kell biztosítani. Tehát ugye, aki a börtönön belül munkát vállal, már pedig munkakényszer van, tehát elvileg akinek tudnak biztosítani munkát, annak dolgoznia kell. Azoknak napi szinten van biztosítva a zuhányzás, akik nem dolgoznak, ott nekik hát a közös zuhányzás semmiképpen ne hajt ki. Azt nem. Figyelj, telefonálni hatan tudok? Vagyunk egy rózsa, illetve most látom kettő. Meg kell adni kapcsolattartókat, és akkor azokat a kapcsolattartókat, akiket te megadsz, azokat ugye leellenőrző büntetés végrehajtás, és akkor egy ilyen vonalkodott kártyás rendszerre tud telefonálni. Mit vihetek be? Tehát mit vihetek? Mi lehet a személyhez tudsz? Hát pénzt nem vihetsz be, tehát értékeket nem vihetsz be magaddal, nyilván alapvető higiénikai tisztálkodási eszközöket, azokat beviheted. Hajsütővasát bevihetni? Hajvasaló. Hajvasalót, hát most ezt így konkrétan szerintem be. Ha nagyon szórakoznak, áramba alá teszem és megcsipkedek bárkit. Hajtogád, ez a dolog nem lehet, tehát olyan, ami tehát megvannak azért, hogy mi a higiéniai eszközökből, és hogy mi az, amit be lehet, és mi az, amit nem. Aha. Hát ez nagyon kemény. Beviszel 300 darab könyvet, és addig dedikálással kihúzol. Cigarettát vihetek be például? Persze. Amivel tudok bent csencselni, fizetni, alkudozni, valamit. Tehát, hogy ilyen kártya, cigi, minek van értéke bent a börtönben? Tehát mi az, hát ami... A cigarettának annak van, annak szerintem mindig is lesz. Aha, tehát azzal meg tudom védeni magam. Viszek egy karton cigit, és akkor ott minden egyes pofon helyett adok egy doboz cigit valakinek. Az jó. Hát itt értelem, igen. És hány percet beszélhetek telefonon egy nap? Hát ez is intézete válogatja, megvan szabva, hogy egy beszélgetés kell, 2 percnél nem lehet hosszabb, de hát ez minden intézet maga dönti, hogy mennyi időt biztosít, és akkor napi szinten megvan, hogy hányszor óránként 2 percet beszélhet, vagy óránként 5 percet beszélhet, egy nap van egy limit, hogy mennyit beszélhet, tehát ez így megy, menjen számítógépes rendszeren keresztül be lehet állítani. Mi van az árkában? Van kis WC, vagy külön kimegy az ember WC-re, vagy ott van egy csap, meg egy WC, és ott... Árkában van a WC. És ott ülsz a többiek előtt, és közben dumáltok? Hát nyilván nem úgy, hogy egy légtérben, hanem egy ilyen kis szeparált kis helyiség, de zárkán belül, tehát nem az, hogy folyosón van egy koedukált WC, hanem zárkán belül. És ezek mekkora zárkák, ahol mondjuk 4-5 ilyen szabálysértéses van ment, akik mondjuk nem tudnak fizetni? Hát adott esetben ilyen
25 négyzetméteres zárkesekünk is 6 per kb. Mondom, de régi szép időkben volt olyan, hogy egy ilyen 60-80 négyzetméteres zárkában 40-en voltak. Atyaisten. De hát ez És akkor ez úgy van, mint a fapados légitárságoknál, hogy mit tudom, kilóra vihetek személypodgyászt, vagy ilyen kézi podgyászt? Hogy... Nem kilóra van, hanem az, hogy megvannak, hogy mikre tartható tárgyak is, azokat bevihetek. A filmjeimet laptopon bevihetném? Nem. Miért nem? Hát azzal nem tudok bántani senkit. Nem, hát ilyen bármilyen olyan eszközt, amivel a külvilággal kapcsolatot teremteni tudsz, tehát ilyen internetezésre. Aha, wifi 3G? Semmi? Helyek ezek, hát ezt nem is... Hát most komolyan mondom, hát ez ki, hát hogy legyek-e 3G nélkül két napot? Saját párna? Most ilyen szinten nem merültem bele a dolgokba. Nem, hogy mit tudom, ilyen hónom alá csapom és beviszem a saját párnámat, az mehet? Szerintem annak nincs, ha be van vizsgálva és nem robban, meg nem ketyeg, akkor... Nem, hát is be nem, mert csak a saját párnám. Na Jani, mi legyen, bemenjek? Szerintem mindenképpen próbálják. De hogy örülne? Hát neked ez milyen könnyű. Szerintem mindenképpen próbálják. Alkalom, szerintem mindenképpen. Semmiképpen nem menj el a lehetőség mellett. Figyelj, csak még egy kérdés, hogy kivel kell jobban lennem, abban segíts, hogy Jenő, hogy bemegyek és mérjem föl a legnagyobbat? Menjek oda, kezdjek el barátkozni? Ne barátkozz. Vagy legyek úgy, mint a Dutyi Dilibe, hogy velünk nem szórakozik senki, kemények vagyunk, menők vagyunk? Vagy ilyenkor mi a jó magatartás? Hát ilyenkor jobb, hogyha meghúzod magad. Jobb, ha meghúzod magad, kicsi. Aha. Tehát ne nagyon arcoskodjon az ember. Nem, mint a célom lenne, csak kérdezem. Ne, menj be, rakj az irányjelzőt rögtön. Nem, ki a legkeményebb. Te ott vagy, te. Igen, kikéri az első pofon. Na, gyere, többiek melegítsenek. Bali, ha mellém raknak, én cirogatlak. Nem tudna veled történni, Balázs. Tessék? Ebben a két nap úgy sem tudna olyan sok minden veled történni, tehát hogyha ez igazán... Hát miért? Mert 3 perc alatt nagyon meg tudják az embert verni, tehát... 3 évre vonulj be, és akkor jobban meg tudod ennek a feelingjét, hogy megérzed. Nem akarok. Én egy törvénytisztelő állampolgár vagyok, nem célom 3 évre bevonulni, csak az ember elgondolkozik azon, hogy van egy ilyen szabálysértés, úgyhogy akkor ezzel mit lehet csinálni. Két nap alatt nem jelennek a... Pedig lehetne belőle egy jó könyv, börtönnapló címmel. Első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, a szabadulás. Nem, az emberben egyébként van egy riporteri kíváncsiság, hogy bemész, átéled, megnézed, kíváncsi vagy a viszonyokra, ahogy bánnak az emberrel. Nyilván nem biztos, hogy objektív képet kapnék én, hogy velem hogy bánnának, de egy egész egyszerűen, hát szerintem ezt azért sokan megnéznék egyfajta kíváncsiságból, szakmai kíváncsiságból, nem? Ez nem azt jelenti, hogy te akarsz börtönbe menni, meg ezt jó viccnek tartod, de az, hogy két napra bemész és megnézed az ottani állapotokat, meg egyáltalán ez hogy zajlik, mint zajlik, ez egy érdekes tapasztalás. Igen, szerintem. Egyértelmű, hát a bújító ritka biztos, hogy jönne belőle a pokol két napja címmel. Igen, a pokol 48 órája. Na jól van, Jenő, mutatjuk, mit csinál Óben bácsi, Beru néni, jó? Figyelj! Patakban vannak. Mostrátok. A csúnyájuk. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Hát ez soha nem fogjuk kitalálni. Hú, pedig ismerős. Még egyszer kérdezem? Mutatjuk. Hát, nem magyar? Nem, megmutatjuk az eredetét, ez nagyon nehéz. Akkor kicsit hosszabbat még azt lehet, mert... Jó, hosszabbat mutatunk. Nincs meg? Hát, megvan a dallam, de nem ugrik be sem. Jó, mutatjuk, kezdett volna. Figyelj. Jézus Isten, hát ez soha. Nagyon nehéz volt. ATMO, vagy mi? Ja, Alcazar. Ja, tényleg? Alcazar. Hát, Jenő, ezt ne okold magad, ez nagyon nehéz volt. Sajnos ez így. Mi kérünk elnézést. Köszi, ciao, jó munkát neked. Köszönöm, szia. Hello. 8 óra múlt 1 perccel, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 16 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Szia. Hello, drága morning show hallgatók. Feri nincs, kövessétek az elhullott állatokat, és ott megtaláljátok, ahol sok malac vérzik, visít. Hát a kolbászfesztiválon van, hát abban igazából az a malacból lesz, tehát ő most ott van a Békéscsabai kolbászfesztiválon, ő szúr, teker, tölt, versenyez, iszik, ölel, fotózkodik, posztol. Nyer, műsort vezet, népszerűsködik, igen, és nagyon sok finomságot hoz nekünk. Úgyhogy Ferencünk nincsen, de hétfőn már vele együtt kiegészülve, hát jövünk majd, amennyiben
élet és műsor képes lesz. De így szerintem meg addig nem volhoz be a bőribe. Ja, meg addig nem még börtön, nem törik rám az ajtót vasárnap hajnalban, igen. Az M6-os pályafoltokban ködös, itt a látótávolság 40 méterre is lecsökkenhet. Kedves autóstársaimnak üzenem, a hátsó ködlámpa ilyenkor szó szerint a seggeteket védi. Használjátok, léci. A műsor nagyon jó, írja Pampolini. Az Üllői út Vecsési részén óvatosan menjen mindenki, mert van egy kis vízátfolyás, és a 65-ös kilométertől Szolnok felé nagyon nagy a köd, szintén a 4-es úton, üzeni Gajgi. Csepel, a Kossuth-Lajos utca és a Szent István út kereszteződésében két autó frontálisan ütközött, áll a forgalom. Ezt még Timi küldte egész reggel, lehet, hogy azóta ott már minden rendben van. És nagyjából ennyi. Kicsit kevés ma reggel a közlekedés, ha látjátok a rakpartokat, hidakat, autópályákat, nagyvárosokat Budapesten kívül, bekötő utakat, mindent, akkor küldjetek, hogy mi a helyzet, hogy tudjunk segíteni. Na, itt a börtönös vidámkodás után egy kicsit komolyabb témával megyünk tovább. Mert készült egy érdekes kutatás, és ebben semmiféle népriogatás nincsen, azt hiszem, meg nekünk sem az a célunk, de muszáj ezzel foglalkozni, és kicsit szerintem helyre tenni egy-két dolgot, mert önmagában drámai, amit ez a kutatási anyag ez mond. Végeztek egy, hát tulajdonképpen egy, csináltak egy vitaanyagot, ez a Nemzeti Éghajlat Változási Stratégia vitaanyaga, ami arról szól, hogy a következő 30-40-50 évben mi történik majd kis hazánkkal. Éghajlati szinten. És ez fontos dolog, mert mondhatnák azt, hogy ez már minket nem fog érinteni, illetve csak részben, de ne feledkezzünk meg a gyerekeinkről. Hogyne, meg hát ezért ez még fog minket is bőven. Ugye azt már mindenki látja, hogy nagyon furcsa viharok, nagyon gyorsan, hirtelen, nagy mennyiségben leeső csapadékok, nagyon aszályos nyarak, meleg telek vannak, tehát valami nem stimmel. Meleg rekordok dőlnek meg október végén, közben aztán meleg rekord dől meg augusztusban, hideg rekord májusban. Tehát, hogy ilyen teljesen felborult az egész. És megnézték, hogy a klímaváltozás milyen hatással jár a következő évtizedekben Magyarországgal kapcsolatban. És hát elég sötét a kép, amit lefestenek. Ugye egy-két adatot kiemelnek, hogy például a 2012-es nyár az elmúlt 112 év második legmelegebb nyara volt, a 2010-es éves csapadékmennyiség pedig 1901 óta a legcsapadékosabb év volt Magyarországon. Legszárazabb hónapok szintén 2012-ben voltak, nyári hónapok, és leírja, hogy ez milyen hatással van majd az emberi szervezetre, hogy mit éreznek majd az öregek, az idősek, a fiatalok, hogy milyen betegségek jönnek, milyen kártevők jelennek, meg milyen állatfajok halnak ki, és jönnek újak. És hát egész egyszerűen döbbenet ez a tanulmány. Igen, hát a konkrét adatok vannak benne arról is, hogy például a hőmérséklet változás, az a szélsőséges hőmérséklet változás, vagy változások az elmúlt években hány közvetlenül belőlük fakadó, vagy velük összekötő halálesetet okoztak. Igen. És ez gyakorlatilag évről évre egyre több, ez a szám. Igen. A feltételezett globális felmelegedésnél nagyobb mértékű hőmérséklet emelkedés várható majd, egyúttal jellemző lesz a szélsőséges vízjárás, akár egy azon évben számíthatunk majd súlyos, aszályra és pusztító árvízre. Az ország egész területén az évi középhőmérséklet 1-2,5 fokot fog emelkedni, ami szintén nagyon sok. Fagyos napok száma 35%-kal csökken, míg a hőségriadós napok száma különösen az ország közepén több mint 30 nappal gyarapodhat. Az nagyon durva. 30 nappal gyarapodhat. Új fajok, mutánsok, kártevők, ez is izgalmas, hogy milyen állatok tűnnek el és mik jelennek meg. És hogy milyen hatása van ez az emberi szervezetre. A gyakoribban váló nyári típusú smoghelyzetek hatására számolni kell nagyon sok légúti megbetegedéssel, emelkedik a vegetatív idegrendszer terhelése, gyakoribbá válhatnak a pszichopatológiai tünetek, a hőhullámok következtében növekszik a halálozás, megváltoznak a megbetegedések, szív, érrendszeri betegség, embólia, agyvérzés, ez krónikusan fog nőni. Allergia, hullancsok, rákcsálók, szúnyogok, mutánsok elterjedésével a Lyme-kor, tehát hogy valami elképesztő. Ijesztő, hogy milyen irányba megyünk. Ijesztő prognózis. Növekedni fog az ivóvízzel, illetve a nem megfelelően kezelt, elsősorban rosszul hűtött élelmiszerekkel terjedő bakteriális, vírusos fertőzés, mérgező gombák aránya, ez új rossz indulatú daganatok és idült toxikus károsodások kialakulását fogja előidézni. Olyan, mint valami katasztrófa filmnek a forgatókönyv. Döbbenet egyébként, UV-sugárzás, túlzott napozás, szolárium használata növeli a bőrdaganatok kockázatát. A tudósok a bőrdaganatok 5%-os többlet növekedését jelzik 2050-re, ami egész egyszerűen nagyon durva. Az USA-ban 10%-os növekedést jeleznek.
emelkedhet a melanoma az UVB sugárzás hatására, ugye ez a bőrrák. 2001 és 2010 között 1300 esetről 2500-ra emelkedett az éves új esetek száma, és 2001 és 2010 között. Tehát, hogy azért ez megdöbbentő. Nem? Hát mindenképpen. És nem is tudom, hogy mennyire visszafordítható. Igen, hogy de az embernek azért ilyenkor mindig így megfordul a fejébe az, hogy egyrészt mit tehet, illetve mit tett azért, hogy ez a dolog így kialakulja. Tehát, hogy mi az, amiről megfeledkeztünk, mi az, amiről nem vettünk tudomást, és hogy a jövőben vajon tudunk-e olyan dolgokat tenni, úgy változtatni az életmódunkon, hogy mondjuk ezek a dolgok ne következzenek be. Én félek, hogy nem. Nem tudunk tenni semmit. Hogy ez nem visszafordul. Legfeljebb lassíthatjuk. Na mindjárt megkérdezzük egy olyantól, aki ez nagyon ért. Itt van velünk dr. Pávölgyi Tamás, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezető kutatója. Hello Tamás, jó reggel! Jó reggel, szép reggelt mindenkinek! Hello! Na hát gondolom ez a te kezedhez is oda került, vagy közel kerültél ehhez a kis, nem is tudom mihez, vitaanyaghoz tulajdonképpen. Vitaanyag, ugye? Na mit szólsz ehhez, amikor ezeket így elolvastad, hogy mi vár ránk? Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a megállapítások, amit olvashattunk, helytállóak. Igaz, hogy sajátos gyűjteményt láthattunk, hiszen a vitaanyag közel 200 oldalas terméből ki vannak ragadva részletek, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a megállapítások tudományosan megalapozottak. Ami azt jelenti, hogy az ember ezt így elolvasz ezen statisztikákat, akkor tényleg ennyire szörnyű a jövőkép 20-30 év múlva, ennyi betegség, ilyen szintű elszaporodása a kártékony fajoknak, az emberi szervezetre mért könyörtelen hatások, a megbetegedések, rákos esetek számának növekedése, tehát ez tényleg ennyire drámai lehet? Az a helyzet, hogy a túlnyomó rész kedvezőtlen következményekre számíthatunk. Tehát minket az éghajlatváltozás nem simogatni fog. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek mögött, az állítások mögött, ezek mögött tudományos munkák vannak, amelyek az elérhető legjobb szakmai tudományos színvonalon fogalmazzák meg ezeket az állításokat. És azt kell, hogy mondjam, hogy a mindennapi életben is észleljük ennek egyes jeleit. Az utóbbi időben többet lehetett olvasni, és szerintem több hallgató is találkozott a Harlekin Katicával. Így van, arról beszéltünk, igen. Pont én vetettem fel, hogy mi történt, igen. Aki március 15-én autóban volt, az is tudja, hogy a természet ereje milyen. Aki a Dunai árvíz védekezési munkálataiban részt vett, az is személyesen megtapasztalhatta a természet erejét. Tehát itt a harmadik évezredben a civilizáció bástyái mögött nem hihetjük azt, hogy a természet legyőzhető. És sajnos ahhoz, hogy azokra a kedvezőtlen következményekre, amelyeket ez a vitaanyag is tartalmaz, felkészülhessünk, ahhoz távlati stratégiákra, jól végig gondolt lépésekre van szükség. És itt ne csak az államra, önkormányzatra, intézményekre gondoljunk, hanem a gazdasági élet szereplőire is, sőt kiváltképp mindannyiunkra. Tamás, most ugye az ember azt mondja, hogy régen nem voltak ilyen viharok, meg régen nem volt ennyi árvíz, meg régen nem volt ennyi asszály, meg nem voltak ilyen forróak a nyarak, hogy ez így megszépül, vagy azért lehet mondani, hogy régen is volt ennyire szélsőséges időjárás, és volt úgy, hogy májusban esett a hó, meg mit tudom én, szeptemberben megröltek hidegrekordok, vagy ez inkább most tényleg így a 21. századra jellemző? Hát itt két dolgot külön kell választani, és ebben igyekszik ez a vitaanyag is külön képet adni. Az egyik, hogy mi volt a múltban. És hát jogos a megállapításod, ez így van. Tehát régen is voltak hideg telek, jöttek az árvizek, voltak forró nyarak. Csak az a helyzet, hogy a jövőben ezeknek a valószínűsége, súlyossága, mértéke növekedni fog. És ami még ennél is nagyobb probléma, hogy a társadalmi gazdasági rendszereink, egyszerűbben fogalmazva, ahogy élünk, az egyre érzékenyebb ezekre a hatásokra. Tehát még akkor is, hogyha nem változna az éghajlat, az az életmód, ahogy élünk, azok a társadalmi-gazdasági berendezkedések, ahogy élünk, gondoljunk csak a városi életmódra. Képzeljük el azt, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk 3 napig nem lenne villamosenergiaellátás. Hogyan módosulna az életmódunk, milyen kihívásokkal kellene megküzdenünk, és ez ugye nem attól, vagy nem csak attól következhet ez be, hogy az éghajlat változása kedvezőtlen irányba fordul, hanem attól, hogy az az életmód, ahogy élünk, az tulajdonképpen fenntarthatatlan. Most például, ami megdöbbentő, azt olvas az ember, hogy új allergén növényfajok jelennek meg, allergén gombasporák szóródási ideje megnyúlik, és 10%-os növekedésnek felel majd meg az allergiás betegségek száma. Tehát, hogy döbbenet, hogy mennyi allergiás ember lesz. Igen, ugye már most is nagyon sok allergiás ember van, tehát ha visszanézünk statisztikákat a közelmúltból, akkor azt látjuk, hogy egy exponenciálisan növekedő számú allergiás megbetegedéssel találkozhatunk Magyarországon, aminek azért szeretném hangsúlyozni, hogy nem elsősorban éghajlati okai vannak.
És ezt is látnunk kell, hogy az éghajlatváltozás csak egy a minket körülölelő problémák közül. Ugye van egy ezzel összefüggő problémakör a víz kapcsán, amiről az elmúlt hetekben nagyon sokat hallhattunk a vízvilágkonferencia kapcsán. A biológiai sokféleség, az élővilággal kapcsolatos problémák. Tehát itt egy olyan megatrendeknek az eredőjébe vagyunk, amelyeknek a hatása majd együttesre érkezik. És amit példát most mondtál, ugye az allergiás megbetegedések számának a növekedése, az pont egy ilyen meccéspontban található. Hát ez csak egy példa, mert itt nagyon sok orvosi eset van leírva, hogy még milyen betegségek a száma növekedhet, majd melanóma, meg rengeteg minden. Most az ember mit tud tenni? Tehát ugye mindenki úgy reagál arra, hogy nyáron, ha meleg van, akkor felszereltetek egy klímát, mert nem akarom, hogy nekem melegem legyen. Sok felszerelt klíma, az megint ront a helyzeten, de az ember önző, gyarló, nyilván nem gondolja ezt a dolgot tovább, senki nem akar izzadni, főrak plusz még egy klímát. Hogy mit tudunk tenni? Igen, de nagyon fontos kérdés, és onnan kell kiindulnunk, hogy vajon tudunk-e eleget? Tudunk-e eleget erről a témakörről? Van-e elegendő információ az embereknek ahhoz, hogy a megfelelő védekezést, felkészülést megtehessék. És ebben a témakörben készültek felmérések is a közelmúltban, és hát az látszik, hogy nem tudunk róla eleget, mert amikor az éghajlatváltozás kérdésköre elénk kerül, akkor általában a jeges maszkokra gondolunk, meg a jégtáblára, ami elúszik alatta, és nem az jut eszünkbe, hogy ez nálunk fog jelentkezni, és valójándiból valamit tennünk kellene, és ahhoz, hogy tegyünk, ahhoz elsősorban tudásra, ismeretre van szükség. És nézzük egy-két pozitívumot, hogy az nem lehet, hogy mit tudom, én tudom majd narancsot termelni, és sok narancs termelő nagyhatalom leszünk, hogy citromfáink lesznek. Tehát az éghajlatváltozással nem jön valami kis pozitívum? Hát nem akarunk mindenkit így korra reggel megriasztani, de hogy ennek semmiféle előnye nem lesz? Semmiképp nem javasolnám, hogy a morning show hallgatói megijedjenek. Tehát semmi ok nincs arra, hogy megijedjenek. Ők nem ijedősek, nem, bírják ezt. Én is ezt gondolom. Tehát a felkészülés, az óvatosság és az elővigyázatosság, és nem az ijegység. Tehát ezt javasolnám. Ugyanakkor arról nem tudok számot adni, hogy jelentős kedvező hatások lépnének nálunk föl. Ilyet mi nem találtunk. Hazai és a nemzetközi tudományos szakirodalomban ilyennel nem találkoztunk. Azt el lehet mondani természetesen, hogy a tőlünk jóval északabbra, a sarkör közelében ott olyan mezőgazdasági feltételek lesznek, lehetnek majd a jelen évszázadunk közepére, ami ott a termesztési feltételeket javítják. Igen, ez nagyon biztató, hogy ott nekik kicsit jobb lesz, miközben nekünk nagyon rossz. Igen, ez sajnos így van. Ez nem nagyon vigasztal. Pozitív hatásokra nem nagyon számíthatunk. Én nem számítok arra, hogy narancsligetek terjedének. Csak azért kezdem, nem akarok ilyen vészmadár lenni, hogy tényleg behozzuk ezeket a híreket, meg közben itt chemtrail, meg mindent csak beszélünk, nem kell senkinek összetolni a magát, csak tényleg ne az legyen, hogy nyáladan rémizgetjük az embereket. De csak elolvastam ezt a tanulmányt, és gondoltam, hogy hát erről azért érdemes két mondatot beszélni, hogy mégis mit gondolsz erről. Javasolnám valamennyi hallgatónak és nektek is, hogy a tanulmányt olvassátok el, ne csak az arról készült kivonatot. Tehát az, ami a tegnapi nap folyamán az internetes hasábokon napvilágot látott, és még ezt szeretném mondani, hogy az egy helytálló megállapítás gyűjtemény volt, de javasolnám is, és egyúttal kérném is, hogy abban a szakmai véleményezésben, abban a széleskörű társadalmi vitában, amit erről a szakmai anyagról elindítottunk, abban bátran részt lehet venni. Ez egy olvasható anyag, tehát nem egy mély tudományos nyelvezeten megírt érthetetlen gyűjtemény, tehát egy olvasható anyag, és nagyon fontosnak tartjuk a vitaanyag készítőiként, hogy erről induljon meg egy érdemi párbeszéd. Mondják el az emberek a véleményüket, írják meg, megfelelő honlapon ezt meg lehet tenni, tehát nem... Na de mit írjanak meg? Tehát most értem, valaki sporul a fürdővízzel, mint a János, aranyosan szelektíven gyűjti a hulladékot, ez tök jó, ezt mindenki a saját környezetében elindítja, de miközben ott van Kína, miközben ott van India, miközben ott van Amerika, ami ugye nem ír alá bizonyos egyezményeket, meg ezeket a dolgokat nem szabályozzák, egészet csak gazdasági érdekekből. Addig én kicsit naív vagyok, és tudom, hogy nem mentesít, meg én aztán gyűjthetem én baromira szelektíven a hulladékot, ha közben az egész Kárpát-medencét elsodorja egy olyan özönvíz, ami annak következtében történik egyébként, és ez most nem a saját lelkiismeretem megnyugtatása vagy felmentése, csak hogy ezért nagy gazdasági hatalmak ugye tesznek az ellen, meg bújnak ki bizonyos egyezmények alól pont azért, mert a gazdasági érdekeik ezt kívánják. Na most én ott szelektíven ott gyűjtögethetek, ha közben mondjuk Amerika nem ír alá bizonyos egyezményeket, és mérgezi a világot, nem? Így van, ez egy nagyon könnyű menekülési útvonal lenne, hogy mi egy kis pont vagyunk a nagy univerzumban, és ezért nem érdemes tennünk semmit. Azért mégis mondanék egy példát. A példa mellett azért megint csak arra biztatnék mindenkit, hogy nézze meg ezt a stratégiai anyagot, mert ebben nagyon sok válasz van ezekre a kérdésekre. De egyet kiemelnék.
De az egyik problémánk az, és itt, ha most egy kicsit rákanyarodunk az éghajlatváltozás kiváltó okaira, a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátására, az iszonyatos szállítási mennyiség, amit a globális kereskedelem gerjeszt. Hozzuk, visszük a cuccokat, a véget, hogy itt elfogyott. Most, hogyha előtérbe helyezzük a helyi termékek vásárlását, hogyha a hazait szeretjük, és a hazaiat most nem csak a magyar terméket értem, hanem azt, amit a közelünkbe termeltek meg. Ez egy értékrend választás, mit szeretek jobban. Lehet, hogy egy ilyen életmódváltással, pusztán csak azzal, hogy mit fogyasztunk, milyen termékeket helyezünk előtérbe, ezzel már is tettünk egy kis lépést a véget, hogy az éghajlatváltozás kockázatát csökkentsük. De hogyha az alkalmazkodást nézzük, ugye a esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen következmények elhárítását. Én azt hiszem, hogy egyrészt mindenki a maga életében, a saját kis környezetében talál olyan lehetőségeket, hogy hogyan tud, és akkor mondta példaként a nyári hőséget és a légkondicionáló berendezést. Igen, vannak olyan lakások, házak, ahol nincs más megoldás a nyári hőség elviselésére. De ha mondjuk valaki egy felújításba gondolkozik, egy épület felújításba, akkor elképzelhető, hogy egy árnyékolási megoldás, egy megfelelő hőszigetelési megoldás olcsóbb és hasznosabb és hatékonyabb, mint a légkondicionáló. Uh-huh. Én egy kicsit gyarlóbbnak gondolom az ember, de értem, tökre értem az üzenetet, meg értem, mit akarsz mondani. Hát én szerintem az ember sokkal önzőbb és gyarlóbb, de... Olcsóbb egy árnyékolás, mint egy légkondicionáló, akkor minden további nélkül árnyékolást fogunk választani, ha van róla információ. Ez így van, ha tudjuk és van információnk, igen. Nagyon fontos. És ebben nagy szerepe van a médiának is, és ezért nagyon örülök, hogy ezt a témát. Ez az egész tanulmány egyébként valahonnan letölthető, vagy megnézheti az ember, ha az érdekli? Nagyon örülök a kérdésnek, készültem, igen, igen. Morning Show hallgatóinak is javaslom, hogy a nac.mfgi.hu honlapra látogassanak be. Ezen a honlapon megtalálható a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiának a vita anyaga. Érdemes erről beszélni egyébként, vagy elolvasni, tényleg érdekes dolgok vannak benne. Igen, örülök, hogy ezt mondod, ugyanis ez is volt az egyik célunk. Itt nem egy stratégia az, aminek az egyeztetése folyik. Természetesen az lesz majd belőle, és reményeink szerint hamarosan az országgyűlés erről majd döntést is hoz. Okay. De ezt megelőzően egy széles körű társadalmi vitát kell ebbe a témakörben elindítani, mert nagyon sok félreértés, téveszme, ismerethiány van ezen a téren, és ennek küzdése első útja az, hogy beszéljünk róla. Tamás, köszönjük, akkor mi feltesszük ezt a honlapunkra, meg a Facebookra, aztán aki akarja elolvassa. Szerintem érdemes erről beszélni. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Hello, ciao, Dr. Pálvölgyi Tamással beszéltünk. Köszönjük szépen. Igen, érdemes ebből olvasni. Tehát a te kis matrózuhanyzásod azért céltérhet. Így van, hogyha kicsi is, de azért szerintem valamennyit számít. Mi ketten egálban vagyunk, gondolj mindig erre. Jó? Te tartsd a matróz zuhanyzást, én tartom a hosszabb zuhanyzást, és mi ketten pont hozzuk azt az átlagot, ami jó. Megmentem a lelkedet. Tessék, nem pazarlunk túl sok vizet. Te nagyon kevéssel, én egy kicsit többel, a kettő együtt az egyébként pont jó. 8:30 múlt, 5 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Imádom, hogy táncolsz erre a Prince-re, te annyira jól mozogsz, olyan forró vagy ilyenkor. Nem tudok neki ellenállni. A karibi ritmusok, hogy elkezdődik, hogy érzem, hogy át itat a szenvedély egyszerűen. Lehunyam a szememet, és csak átadom magam a zenének. Csak táncolsz. Azok az érzések, amikor ilyenkor feltörnek benne, mindig zavarba hoznak. Igen. Budai rakpart Petőfi hídnál a felhajtón kocs pár perce. Ezt Gerda küldte nekünk. És M3-as Miskolc irányában a reketyés pihenője van egy trafi. Ezt Lupi Ádi üzeni. Mi pedig megnézzük, hogy ki a mai hármasugrás játékos. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Na, ne legyél ilyen csendes. Na, Halló? Mondj már valamit. Halló? Ne izgulj ennyire. András! Jó reggelt, sziasztok! Jézusom, ettől be fogok tépni, még nem kérem az ilyen szürreális beszélgetés. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Nem áll, hogy megint valami magát idős embernek álcázó, ha játékos adtál be, Anna. Ugye? Ki van zárva, kérlek? Ki van zárva? Ne csinálj.
ne. Hát nem volt nekünk pista válék. András, honnan hívsz minket? Én Sárvárról hívlak titeket. Jól van, oké, okay, Boborján. Ne, megint, ne csináljuk ezt. Kezdjük-e megint nyomozni, hogy tényleg idős-e, nem idős, hány éves, játsza, nem játsza. Volt egy Pista bácsink néhány héttel ezelőtt, azt hallottad? Így van, hallottam, így van. Kicserélem az első kérdést a harmadikra, és nagyon gyorsan befejezünk a játékot. Anna, mi van veled? Mivel foglalkozol, András bácsi? Hát én itthon vagyok, iszogatok egyet, áll vagyok. Nem. Tengek-lengek. Mennyi idős vagy? 74. És ha minden jól megy, megérem a 75-öt is. Persze, nyilván, és ezt mi benyaljuk, persze. Hát nincsen más választásotok. Nincs. Ugye valaki nem tudná, néhány héttel ezelőtt telefonált egy Pista bácsi nevű hallgatónk, akiről hát a mai napig megoszlanak a vélemények, nem tudjuk, hogy ő eljátszotta, vagy valóban 85 éves volt, vagy csak átvert minket, de többször rácsörögtünk, és mindig nagyon jól hozta a formát. Először elhittük, aztán meginoktunk, aztán megint elhittük, aztán megint, tehát hogy nála nem tudjuk még mindig. Mikor születtél? Én 49-ben. Számoljunk gyorsan. 49. No, hát elviekben annyi. Elviekben az jó. Na látjátok, most akkor mit a probléma? Majd, hogyha ti is eljutok ebbe az időbe, hogy megélitek a 74-et, akkor majd ti is így fogtok gondolkodni, így fogtok majd beszélni. De nem vagy 74 éves, hát hallom a hangodon, hát kamuzol, hát nem vagy annyi, hát hallom egy ilyen tök fiatalos hangot, csak próbálod ilyen kicsit Bobor Jánosan így elváltoztatni, hát... Akkora kamu. Jó, egyébként játszhatsz, tehát ezzel nincs baj. Ez azt mutatja, hogy már mit ki nem találnak a játékosok, hogy adásba kerüljenek. Ha kell, idős embert játszanak, ha kell, idős nőt játszanak, bármit. Csak hogy bekerüljenek. Hány osztályos iskolába jártál? Négy. Sajnos csak. Négy? Négy. Négy van. Annyit tettem le. Annyit tettél le? Így van. De miért? Miért csak ennyit? Hát azért, mert nagyon sok volt abban az időben a munka és a megélhetés. Mivel sajnos nehezen tudtunk megélni, mivel egy szegény családból származom, ezért kénytelen voltam elhelyezkedni. Hova jártál iskolába? Én Sárvárra. Sárvárra? Mi volt az iskola neve? Hű, azt már nem tudnám megmondani, nagyon régen volt. A Pista bácsi Sárvár környéki volt, úgyhogy jól emlékszem. Azt nem ott tudom. Mindenki ilyen furán beszél? Pista bácsi 27. október 6-án született elvileg. Hát akkor nem hiszem, hogy ismerem. András bácsi kicsit később. András bácsi 49-es. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Vihetők, vihetők. Nem akarunk cserélni valamit? A harmadikat az elsőre. Mondtál valamit, András bácsi? Ne cseréljünk semmit. De kamu, úristen, mekkora kamu. Na jó, így szól az első kérdés dedikált egér alátétért. Melyik vitamin képződik a napsugárzás hatására? B vitamin. Melyik? B. D. D, mint Dénes. Mit mondtál, mennyi idős vagy? 74. De 74? Így van. És mikor születtél? Most mondtam az előbb, 49. Ki jön? Ki? Hát. Igen? Persze. Biztos? Menjünk tovább? Hát nem is tudom most, mit is nyertem. Hát egyelőre még egy dedikált nyakbalkasztód van, hogyha most megállsz, akkor megtarthatod, de hogyha tovább mész, akkor kockáztatod. De lehet, hogy összejön egy dedikált egéralátét. Hát én most akkor szerintem megállok. Nem á. Ha 49-ben született, és 74 éves, az nem jön ki. Mert igen, az 49-50, akkor mennyi most mondjuk ilyen... András, már valamit elszámoltál, tehát vagy korábban születtél, vagy nem vagy 74. De a kettő nem jön, tehát 49-ben születtél, nem lehetsz 74 éves, ez nem jön ki matematikailag. Hát a 49-ben születtél, akkor az 65. 39, bocsánat. De... Elértem. Mekkora kamu. Mekkora kamu. Jó, megálltál? Így van. De miért nem mész tovább? Hát a következő kérdése szerintem te még akár emlékezhetsz is. Apukom én, ez már... Ne a négy általánosból indulj ki. Na, de én megállom, biztosra megyek. Próbáld ki még a következőt, hm? Á-á.
Nem? Hát hogy adjátok ingyen, ha bukom, ha nem, akkor jó. Na jó, akkor állj meg, nem akarunk rábeszélni. Jó, akkor megvan a dedikált egérrel áttéted, ezt mi aláírjuk neked. Köszöntem szépen. Jó? Vigyázz magadra. Köszönöm. Jó egészsége. Viszont nem takés. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Akkor a kamu volt. Akkor a kamu, mint a ház. Nagyon idős, már nem emlékezett rá pontosan, hogy mikor született. Nyilván, igen. 5 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Na, kuci, kuci, kuci. 9 óra múlt 9 perccel. Hello, Jani. Szia, Bali. Mi a pálya? A pálya? Hát, a pálya az egy olyan alkalmatosság, ahol igen, csúszhatunk, mászhatunk, bringázhatunk. Zárt pálya, akkor mindenféle mást is csináltunk. M1 Pest felé, Sasvészeknél van egy trafink, M3-as Budapest irányában, trafi a 204-es kilométernél a polgári pihenőben, NAV ellenőrzés van. Úgyhogy ott is mindenki figyeljem. Valamint, igen, az évszámmal kapcsolatban nagyon sok SMS jött. Meg valakit balesetért reméljük már jobban, mert ő azt kérje, hogy nem jön ki. Nyilván valamilyen beszorult, reméljük, hogy tényleg már nagy probléma ebből a dologból nincsen. Egyébként meg, figyeljetek, megmondom őszintén, tényleg. Lehet azt mondani, hogy hülye vagyok, hiszen az is vagyok. Én tudok vele azonosulni, de nekem egyszerűen nem volt kedvem utána számolni. Na, az de első ez a baj, hogy cserben hagysz. Kinézek rád kérdően, hogy annyi, Jani, mire te nem mondod, hogy annyi, és belesétálunk egy olyan hosszú, sötét alagútba, mivel nem tudunk kijönni, mert ha én 79-49-én rád nézek, ugye én tartom a kapcsolatot a hallgatóval, egy kis szakmai dolog, addig ugye rád nézek, hogy annyi, Jani, míg neked van időn kiszámolni, te rám legyintettél, és belerántottál mindkettőnket a szakadékba. Az első percben tudtam, hogy tudtuk, hogy ez kamu. Tehát, hogy nem élhet Sárváron vagy környéken egy olyan ember, aki egy az egybe hozza panda csöki boborján. Egy az egyben egyébként tényleg. Szervusztok, gyerekek! Tehát, hogy érted, aki így beszél, az nyilván nem egy valóságos személy. De mindegy, rájöttünk, ez a lényeg. Ja, ja. De ettől még hülye vagyok a matekhoz. Na, szóval a lényeg, hogy vannak trafink, vannak trafiaink, készen tudom beszélni. Vannak trafink. Vannak trafink az M1-esen Pest felé a Sasvészeknél. Jó? És a 204-esnél szintén Budapest irányában ott is fotoznak. Bementem most a mosdóba, és azt láttam, hogy a férfi WC-ben van egy létra. És ezen így elgondolkoztam. Ne írja meg senki, hogy ez nekem kell a pisiléshez, jó? Elsőre az jutott eszembe, hogy te ilyenkor már nem szoktál mosdóba járni. Jaj! Úristen, le már! Léci, legalább te ne csadd le, nagyon magas. Ez amiket ráadásul saját magadnak adsz fel. Igen, de hogy, tehát, hogy valaki bajban volt, és csak létrával tudott leszállni? Hmm. Vagy miért van egy férfi vécében egy létra? Vagy érezte, hogy ebből nagy kupac lesz. Igen, és kért egy létrát, és azt mondta, hogy jaj, gyerekek, nagy a baj, erről csak létráról tudok leszállni? Vagy Istenem, ezt? Isten, egyre nő. Úristen, nem is ettem kukoricát. Na mindegy. Szóval, hogy igen. De nincsen ezzel semmi probléma. Volt egy létre. Jó. Akartam beszélni a morningshow.hu-ról. Még zajlik a fotópályázat. Mindenki töltse fel a kedvenc fotóját, nézze meg a többit, lájkolja a pályamunkákat. Már nem sokáig lehet nyerni 50 000 forintot, mert hogy hétfőn lezárul a szavazás, lezárul a játék, addig tudtok még reggeli arcokat feltölteni. Ugye a fotópályázat lényege, hogy ki, hogy néz ki reggel. Ki milyen arcot vág, kinek milyen a feje, ki hogy néz ki, ezt kell lefotózni. Ez lehet saját fotó is, de lehet olyan is, ami a reggeli ébredéshez kötődik, és a többiek jól szórakoznak, és valaki más fotózza le. Tehát fölébreszed a kedvesed, és ahogy nyújtózkodik, vagy nyúl a telefonját, vagy felkapcsolja a lámpát, abban a pillanatban te lefotózod, és ezt feltöltöd a morningshow.hu-ra. 50 000 forintos készpénz plusz ajándékcsomag a nyeremény az első helyezett. Az első helyezeté, a második helyezeté ajándékcsomag, a harmadik helyezeté pedig egy kisebb ajándékcsomag, és egészen 2013, ez év, ugye, október 28-áig így félig lehet feltölteni a képeket. Ha valaki esetleg bátortalan és csak egy jót akar röhögni, az is menjen fel mindenképpen az oldalunkra, már csak azért is, mert egyébként többféle különböző szempontból is megújult, de meg lehet nézni ezeket a fotókat, és nagyon-nagyon viccesek. Igen, van, aki kutyafotókat tölt föl, van, aki mesztelen gyerekét tölti föl, hogy leugrik a biliről éppen, valaki, nem tudom, egy csillagszóróval a kezében ébred, van, aki a saját kisgyerekét teszi föl, a macskáját teszi föl. De a legtöbbük egyszerűen vállalhatatlan. És ettől viccesek, hogy mégis vállaljátok őket. Jó fejek vagytok, köszönjük szépen.
Igen. 50 ezer forint készpénzetét, még egyszer mondom, és ajándékcsomag. Polgár Peti Szabin van, illetve pontosabban írt nekem egy e-mailt kora reggel, hogy elromlott a számítógép. Jaj, én imádom őt egyébként. Tehát, hogy ez elképesztő. Ezt írtam. Igen. Bali, van egy kis baj. Elromlott a számítógépem, ezért nem tudok holnapra anyagot készíteni. Léci, mondjátok már be a rádióban, hogyha valakinek van jó áron erős gépe, akkor... akkor azt szóljon már. Köszi. Az üzenet tárgya számítógépen bedöglött. Na, ha valakinek van jó áron erős gép, az jelentkezzen. Imádom a Peti rovatát, annyira súfni tudunk, de az egész. Néha a kocsi, néha a számítógép, néha egy kis háztartási egyszert, néha húzdek a liszt éppen, mert valamit készül sütni hétvégén. Tehát, hogy igen, szalagos fánkot sütnék a hétvégén, elfogyott az olaj. Igen. Ez most már azért kezd kínos lenni, tehát tényleg szólik én a Petinek, hogy ne leimoljon már ennyit, nem? Hát... Tehát ez, hogy az oldalán, hogy számítógépet kér, autót kér, mindent kér, hát ő egy híres pesti előadó művész, hát most már ez, amit csinál, ez most már elképesztő. Mindegy, szóval, hogy nem készült. Nem készült most új Peti hetes. Mondjuk be a számát, hát ha tud valaki? Szerintem mindenképpen. Biztos, hogy ha nem is tud segíteni, akkor is jól esne neki, hogy így a tényleg a támogatásokról biztosítsák őt a hallgatók. Hogy szia Peti, gépem nincs, de szeretem az anyagaidat. Így van, imádlak, és hogy semmiképpen sem hagyd abba. Ne add fel, biztos lesz majd egy jó gép. 0620. Igen. 206. 206. 29. 74. 74. Jó? Jó. Itt köszönjétek meg Petinek akkor az e-heti elmaradt anyagot, hogy miért nincs. Jó? 0620 206 29 74. Ez a Peti száma. Így van. Ugyan itt virág mintás alig haszárt rök, ami jeladó. Na, a VV6-ról akartam csak egy mondatot beszélni, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ugye egyrészt rengetegen bántják az ilyen típusú műsorokat, és mondják a kereskedelmi csatornák népbutító hatását, meg különböző téziseket állítanak föl, hogy ez mekkora szemét, meg hogy erre miért van szükség. Ugyanakkor egyébként soha ennyi ember még nem jelentkezett. Soha ennyi ember még nem jelentkezett. Hogy ennek mi az oka? Be akarnak nagyon gyorsan futni. Ebben látja ma a magyar fiatalság azt a lehetőséget, ami tulajdonképpen egy egzisztenciális megalapozást jelent? Hát szerintem ebben is inkább. Hát, hogy azért sok ilyen lehetőség van, ezek közül az egyik legjobban felfuttatott, befuttatott az ez. Ért, kapnak, mit tudom én, 1 milliárd havonta, egy éven keresztül. Kapnak egy lakást, kapnak egy autót, illetve hát nem tudom most mit fognak kapni, de hát korábban ugye ez volt ugye a megszokott, és akkor emellett meg kapnak egy országos hírnevet, amivel, hogyha jól sáfárkodnak, lásd például Majka, akkor még akármi lett belőlük, hogyha tehetségesek. Gondold el, hogy mondjuk a te párod kitalálja, és te párkapcsolatban vagy, hogy ő bemegy fél évre. Na, az milyen? És azt mondja, hogy akkor eddig nem tovább, ha megvársz, megvársz, ha nem. Mondjuk Bónika be akarna menni, és azt mondaná, hogy figyelj, Jani, fél évre, én most beköltözöm. Mit szólnál? Már csomagolnám is az utcai. Igen, a levegőbe csaptam, és azt mondja, yes, végre. Yes, fél év szabadság, fél év falmászás, fél év botorkolás a sötét erdőben, várromok felkutatása. Nem, én lebeszélnem róla mindenképpen. Hát ez megint elsősorban itt a bulvársajtos sztori miatt van. Hát amikor emlékszem arra, amikor így kijöttek a villából, és valakit kiszavaztak, és végigment azon a folyosón, aminek az oldalfalai ki voltak tapétázva azokkal a cikkekkel, amik róluk szóltak, és akkor így gyakorlatilag nem jutott el mondjuk a A-ból B-be, 20 métert nem jutott el mondjuk egy óra alatt a delikvens, mert hogy egyik cikket a másik után olvast, és egyre jobban elkerekedett a szeme szája, hogy úristen, miket írtak róla, hogy ez így jött le az embereknek, hogy ebből ők ezt vették le. Hogy őt ezzel vádolják, hogy most ezt gondolják róla az emberek, úristen, ő nem fog kimenni nappal az utcára. Igen, de hogy ez szerintem ez túlmutat azon, hogy itt csupán csak arról van szó, hogy emberek, akik hamar híresek akarnak lenni, és sok pénzt akarnak keresni. Tehát nem lehet, hogy elindult egy olyan folyamat, vagy olyan kilátástalanság most a fiatalok között, hogy azt mondja, hogy az egyetlen esélyem, hogy ide bekerüljek?
De ez már benne van a hiba, hogy így gondolkodik, vagy ez egyfajta realitás, hogyha nem sikerül kitűnni, ha ide nem tud bekerülni, akkor lehet, hogy az életben semmiféle esélye nem lesz még egészen sokáig, hogy megalapozza az egzisztenciáját. Nem? Tehát, hogy valószínű azért jelentkeznek ennyien, mert azt gondolják, hogy nincs nagyon más lehetőség. Nem? Elmehet dolgozni X-ért, abból nagyon jövőt építeni nem tud, és akkor inkább megpróbálja. Nem, ez szerintem nem így van. Nem, ezzel túl ideologizálom? Nem, szerintem? Szerintem egy bizonyos réteg, aki úgy gondolkodik, hogy viszonylag könnyen juthat mondjuk messzire, és hogy ez neki még egy buli, egy kis önmegvalósítás, és aztán lehet, hogy esetleg majd később majd mondjuk valamilyen komolyabb dologgal kezd el foglalkozni. De szerintem, aki akar tanulni, vagy aki akar előrébb jutni az életben, az megteheti. Tehát például, hogy mit tanulja? Nyelvtanulás. Tehát, hogy nem kell feltétlenül az emberek mondjuk egy nyelviskolába bejelentkeznie, beiratkoznia, meg befizetnie magát ahhoz, hogy nyelvet tanuljon. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik autodidakta módon tanultak meg nyelvet. Ehhez, tehát itt nem kellett az, hogy akkor egy nagyobb készpénzösszeg álljon a rendelkezésére, nem kellett az, hogy egy olyan jellegű iskolába járjon, stb. Tehát, hogy akarod magad képezni, el akarsz jutni valahova, valahonnan, akkor azt megteheted úgy is, hogy nem egy valóságsóban próbálsz. Na de ide nem csak tudatlanok, meg 8 általános végzettek jelentkeznek, tehát ide olyanok is jelentkeznek. Na ezért mondom azt, hogy buli. Akár orvos, akár ügyvéd, tehát... Sőt, tehát ismert emberek is, vagy korábbi. Vagy korábban ismert emberek, tehát itt nem csak az jelentkezik, aki mondjuk nem akar tanulni, hanem azt mondja, hogy ez egy nagy lehetőség. Fél évet nem tudom, hogy kibír egy párkapcsolat, nem? Hát, szerintem valószínűleg annak annyi. Nem, itt az egymással való összezártság, meg az, hogy itt azért sok esetben ugye vannak csinosabb csajok is bent, nagyon ritkán kommunikálhatnak, csak nagyon-nagyon indokolt esetekben a kintiekkel, stb. Tehát, hogy azért ez nagyon kemény. Az nagyon kemény. Meg hát ugye azért vannak bent félreértető helyzetek, meg olyan szitúk, amiket azért a kintiek nem nagyon tudnak, vagy amikre a kintiek nem tudnak magyarázatot találni úgy, hogy közben nem beszélik meg veled, hogy nem hallgathatják meg a te érveidet, hogy miért történt az, és miért nem. Tehát, hogy az egész nem olyanoknak való szerintem a való világ sem, meg a Big Brother sem, meg semmelyik ilyen bentlakásos valóságsó sem, akinek van egy kapcsolata. Jobb azt felszámolni, vagy pedig azt mondani, hogy figyú, ha függesszük fel ezt a dolgot, mert nem ígérhetek semmit. Nem tudom, hogy bent mi lesz. Az egy teljesen más világ. És ezért van az, hogy amikor kijönnek, akkor kicsit olyan, mint hogyha visszajöttek volna a Holdról, vagy mint amikor mi visszajöttünk a Argentinából. Hát az igen, persze, hogy... fél év után az persze. Nem csak gondolkoztam, hogy szerintem ebben több van, hogy ennyien jelentkeznek, tehát ez mutat valami. De én nem bánom egyiket, én nézni fogom. Most nem is a nézésről, meg hogy mikor, nem promózni akarom, csak mint jelenség, hogy ennyi fiatal, mindenki idős, néz, középkorú gondolja azt, hogy ez egyfajta realitás lehet, hogy én ide bekerülök, és ha itt tudom most megalapozni az egzisztenciámat, mert egyébként nem biztos, hogy ki tudok tűnni, vagy egyébként nem biztos, hogy el tudok érni ennyi mindent. Tehát, hogy itt ez érdekelt volna. Na, hallottad a kukáikat? A kuka, meg a Richie P, az Animal Cannibals? Én nem is tudtam, hogy ők még léteznek. Egyébként. Ők most azt nyilatkozták. Én sem tudtam, hogy ők léteztek. De szemét. Hogy ezt a műfajt soha nem fogják abba hagyni. És hogy 80 évesen is rappelni fognak. De miért? De minek? De most ezt miért csinál? De miért fenyegetőznek? Igen. De nem tudjuk őket erről valahogy lebeszélni? Én imádom őket egyébként. Nagyon helyes srácok. Bár mondjuk bárhányszor találkozom, meggyőzöm őket, hogy ez a bőszáró farmer és a szeven napos póló az már nem biztos, hogy... Nem, korábban nem volt indokolt, de most, hogy egy kicsit terebélyesebbek, most már szerintem igen. Imádom. Pontosan egy évvel ezelőtt futottunk velük össze a Harley Fesztiválon. Ketten... Ahol műsorvezetők voltak. De az nincs semmi baj. Ketten, az is érdekes. Mind a ketten három számmal nagyobb farmerba, bőszáru, óriási, rövidújú póló, ami egyébként leér az alkarodik körülbelül, kis hátizsákkal vonultak. Visszafordított nézve a sapkával. Igen, olyan volt, mint a Chris Cross videóklipben, a jump. Olyanok voltak. Hogy ők most 80 éves korukig rappelnek. Ezt mondják. Ez a vidám rap műfaj, ez még megy Magyarországon? Hát szerintem megy, csak most lehet, hogy most így ezt a garázs korszakot éli. Habár nem járok ilyen koncertekre, tehát simán el tudom képzelni, hogy ilyen full telt házak előtt nyomják, de nem mikor volt utoljára a Aréna koncertjük? De most te olyan, te olyan nem, rohadék nem, vagy. Csak nem, hát csak gondolkodom egy rajta. Ilyen szubkultúra nem megy az Arénába. És nem is szeretne nyilván. És nem is szeretne. Na, itt van velünk Kuka, ha minden igaz. Hello Kuka, jó reggelt!
Szevasztok, 5 számmal nagyobb telefonból beszélek. Hello, Kuka, 1000 éve nem beszéltünk. Hello. Nem, 1 éve. Nem volt az 1000 év. 1. 1 éve, igen. Na, mi van veletek? Figyelj, mi jól vagyunk egyébként. Ilyet nem mondtuk, hogy 80 éves korunkban, mi 79. Tehát azért 80-at ígérni ebben a nehéz időszakban. Ugye, hát az ember ne vállalja túl magát. Nem, arról beszéltünk egyébként csak, hogy mindig megkérdezik ezt tőlünk, tudod, szembesítenek már 95 óta, amikor megjelent az első lemezünk, akkor megkérdezték, hogy jó, most megy ez a műfaj, de meddig lehet ezt csinálni? Tehát azóta minket ezzel zikálnak, és egyébként mi meg megalkottuk a saját ilyen mini artpoétikánkat, hogy amíg tudunk olyat csinálni, amíg nem ismételjük önmagunkat, tehát van olyan, ami újítás, amit még nem csináltunk, ahogy még nem csináltuk dalokat, addig minket ez érdekel, és addig ez egy ilyen kreatív kihívás. Úgyhogy abszolút benne vagyunk, és mellette vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy egyébként majd a nyugdíjas otthonban teljesen más értelmek nyer az a szöveg például, hogy markold meg a botom. Figyelj, és hogy mindig ebben a bőszáró farmerban nyomjátok, amiben láttunk benneteket egy hete, vagy egy évvel ezelőtt? Hát egyrészt genetikailag is indokolja, hogy ilyen bőgatyába járjunk. Másrészt pedig igen, tehát ez egy kényelmes viselet, mi ezt szeretjük. Tehát, hogy ezt nem azért hordtuk, mert hogy ez akkor divat volt, meg menő volt. Mi ezt abszolút szeretjük, ezt a lengelezser, meg hát nem adod oda a levetett zakóidat, ennyi. Igen, az, mondjuk az rátok azért picit szűkös lenne, tehát úgy láttam, hogy azért úgy kicsit megapásodtál egy kicsit. De lenne kihívás végre, hogy mibe belefogyni, tehát hogy miért küzdeni. Igen, hány gyereknél tartasz most, Kuka? Várjál, most mi van most? Azt mondja, hogy október vége, akkor 2. 2? Mekkorák? 5-3. Fiú, lány? Igen. Egy fiú, egy lehet, tök jól csináljátok. Nagyon jó. Ricsinél? Csak ajánlani tudom. Hogy kell ajánlani tudom. Hogy kell lányt csinálni? Azt így jobbra kicsit sréjen le. Ez az a tuti. Egyébként van erre is nagyon jó receptem, tehát a lányhoz ugye lustább kis fehér sejtekre van szükség, úgyhogy azt kell csinálni, egy pici meleg fürdőt venni előtt, eljárni ilyen fürdőkbe, hogy lelassítani magadat egy picit. Tehát üljek be mondjuk egy jacuzziba 50 fokra, üldögjek benne fél órát, és utána hadszoljon? Utána mehet. Utána igen, mehet. Akkor a gyorsabbak lelassulnak, a lassú az felgyorsul, és akkor a csajok érnek oda előbb? Igen, ennyi a recept. Hát ez nagyon jó, csak bágyattan kell csinálni akkor. Így van, tehát közben tévészhet meg ilyenek, tehát ez kell. Figyelj, Ricsi, hol van most? Szinonimon szólt Artvesz? Nem, éppen Veszprémben vagyunk, és egy műsort vezetünk, és onnan ragadtatok el engem a színpadról, amikor dalfelismerő versenyt rendeztünk már iskolásoknak. Ez az a verseny, amit mindig csináltok, hogy itt le kell lenni a sportszeretet spárgáról? Nem, ez nem a csepilapú gondyalat, tehát ez más. Ez most másról szól egy picit, de hasonló körítéssel. Nem igazából egy ilyen kis életút mutató, hogy a gyerekek tudjanak mit kezdeni magukkal egy pár év múlva. Ők mennyi idős gyerekek? 12-től 18-ig mindenféle van. Tudták, kik vagytok, vagy mondani kellett, hogy mi vagyunk az Animal Cannibals? Nem, képzeld el, hogy volt, aki megismert minket. Mondták, hogy a Klassz FM-en nem hallanak minket, mert ott nem játszanak, de egyébként igen. Várjál, mondom a Titus telefonszámát, azt is szívesen a Polgár Peti után. Mi a Jenővel akarunk beszélni az ügyben. Akkor mondom a Jenő számát. A nehezebb utat választottál. Figyelj, a Ricsivel összefutottam egy évvel ezelőtt egy buliba, ott már pont éppen kezdett félmeztel elrevetközni, annyira be volt rúgva. Nagyon szeretek vele bulizni, őrületes parti arc. Tehát már csak az volt, hogy és éppen dobta le a fősőjét. Ott te nem voltál, ő nagyon tud bulizni. Hát persze, egyébként ebben is jók vagyunk, tehát ezt is még van kihívás, hogy hova tovább, tehát most még csak a pólónál tartunk, de el fogunk jutni a gatyáig. Ő hol tart gyermekbe? Hány van neki? Neki is 2. 2? Hát ez kell, az persze. 2 az kell. Figyelj, most őszintén a háta mögött szerintem tök elegáns amúgy is. Tehát, hogy így néha nincs marhára eleged a Ricsiből. Hogyha egyébként ő lenne itt, akkor megkérdeztem volna azt, hogy nincs elegen a Kukából. Tehát, hogy olyan régóta toljátok már együtt, nem volt olyan pillanat, hogy így azt mondtad volna, hogy öreg, menj át egy másik kontinensre, lőjön már föl valaki a holdba, én nem akarlak többet látni. Unom a poénjaidat, unom az arcodat. Nem volt ilyen? Az a baj, hogy ezt tényleg így nevezhetjük bárminek, de mondjuk az jól hangzik, meg az menő, hogy ilyen, ez tényleg lehet egy ilyen karmikus kapcsolat, meg ilyen barátság, hogy nem az, hogy zavar a jelenléte, hanem mi együtt járunk még nyaralni is, együtt legeltetjük a gyerekeket, amikor tudjuk, meg amikor 3 napig nem találkozunk, akkor 2 órát ki kell beszélnünk, hogy mi történt abban a 3 napban. Ez mondjuk a környezetünket már tényleg zavarja, hogy eddig is együtt voltatok, még miről tudtok beszélni, de van még mit mondani. De jó, ez nagyon ritka egyébként, tehát tényleg hosszú munkakapcsolatok után az ember már nem akarja látni másikat, hanem nem köszön, ahogy én se a Janinak már ennyi év. Így van. A forró meg a havas is szétment. Vannak nagy legendás munkakapcsolatok, de ez nagyon klassz, ez tényleg jó hallani. Ez nagyon szimpi.
A Ricsi kéri, hogy, azonnal kapcsoljuk be. Várjál, itt a Ricsi is közben, ő lejött a színpadról. No. Ricsi, hello, jó reggel! Good morning! Hello, Ricsi! Vagy Morgan, ahogy ti ilyen németesben. Morgan. Lejött a színpadról. Várj, akkor nekem kell visszamenni mindjárt. Igen, most ki van a színpadon tényleg? Most mi van? Ki foglalkozik a gyerekekkel? Jött egy fontos bácsi, és mondd meg, hogy azonnal takarodjunk le a színpadról, mert riportot csinálnak a fontos bácsival. Ki a fontos bácsi? Nem mondjuk, nem politizálunk. Politikus ment. Aha. Megették már a lekváros kenyereket? Nincs lekváros kenyere. Van egy külön VIP büfé, pogáncsával, jó meleg volt, picit fűrőt, poros ízű, de jó meleg, meg volt kávé nekünk, de ez a VIP jó, azt hát nekünk van. És cukik a gyerekek, Ricsi? Nagyon cukik, mindenki nagyon cuki. Akarnak ők is reppelni, vagy mondják, hogy tanítsátok őket? Igen, de őket? Sokkal fontosabb az a Kuka, nem mondtam már, hogy november 7-én lesz új videóklipünk, azt mondtam már Kuka? Még nem mondtam. Nem, de mikor is? November 7-én. Ja, hogy november 7 és új videóklip, és mi lesz ez? Igen, lesz egy új videóklipünk, mondtuk már. 7-e, ugye? November. Igen, az a baj, hogy mondjuk klasszikusan nem játszik, mert a Csiszár nem szeretnénk, ez az biztos. Ezt már mondtam. Mondhatná? De kevesen vannak ennek az ellenkezőjében. Meg kell, hogy védjem a Jenőt, és meg kell, hogy védjem a rádiót, zenei tesztek alapján döntünk arról, nem egyéni szimpátia alapján, hogy kit játszunk és kit nem. Ez előadói önérzeteket sértet, és mindenki egy saját szubjektumnak gondolja, de itt zenei tesztek vannak. Tessék átmenni a teszten, és akkor fog játszani a rádió. Én úgy tudom, hogy nem vagyok elég jó. Most nem vagyok, nem megyek sehova. Tessék elmenni egy tesztre, tessék azon átmenni. Tessék végre jó számukat csinálni, jó? Egyébként ez egy jó ötlet. Na. Mi most a legújabb slágeretek? Ja, nekünk csak az van. Tehát, ezért kérdezem ilyen barátian és ilyen kedvesen, hogy mi most a legújabb, egy kicsit én kiestem belőletek, de imádlak titeket. Ha itt megkérdezem, akkor például a Petőfi az rongyosra játszotta minden változik című dalunkat. Tehát az egy tényleg egy korrekt kis szám, az elmúlt 30 évről szól, heavy rotációban 14 hete forog a zenetelevízen, a régi munkahelyeteken, Jani és Balázs. Ott van ízlés. Nem akarom mondani, hogy a zenetévé nézettsége konkrétan kimutathatatlan, a Petőfi számait szintén ismerjük, tehát azért ne vonjunk le messze menő konzekvenciát. Igen, nincs, aki leállítsa a szervert. Az azóta megy, amióta eljöttünk. Más szelek fújnak már a fel, nézgület a fia, azért, mert ti eljöttetek onnan, azért, mert ott vannak azért dolgok. Én imádtam veletek interjúzni, sőt, mi egyszer forgattunk egy közös videoklipet, arra emlékeztek, Ricsi? Amikor... Micsoda, fölraktam az internetre, egyébként meg lehet, akkor még jól néztél ki egyébként. Igen, köz. Igen, ez ugye a nyár dala volt, vagy a nyár klipje, olvasók elküldhették, hogy mi történt velük nyáron, és a Ricsi és a Kuka nagyon helyesen ezt felreppelték, és erről forgattunk egy videoklipet. És mondjuk azért... a videoklip rendező neve Kál Csaba. Atya úristen, azért... akinek például a Bang Bang-t is köszönhetjük. Igen. A Bang Bang opera a filmet. Bizony. Én ezt hívom mondjuk, hogy ilyen magas művészetnek, nem? Vagy hogy hívják ezt? Hogy hívják? Mi történik most a színpadon? Közvetítsetek éppen most, ki beszél, mit mond volna. Fölrakták az átlátszó pulpitust, az a nagyon full trendit, két mikrofonnal, felkiáltóját, az kell, két mikrofon, mert nem sokára jön még egy fontosabb ember, aki miatt viszont abszolút meg se szólalni nem lehet majd. A mindenit, milyen rangos eseményen lehettek? Próbálom kitalálni, hogy ki lehet az a két fontos ember. Az E-plusz invázió, emlékeztek arra, hogy még a Takarítónő című számot együtt reppeltük a színpadon? Még veletek? Még a Filip is ott volt, ugye? Hát most már ő... Az intendáns úr. Az intendáns úr is ott volt, akkor még Animal reppelt ő is. Ennél sokkal csúnyább sztori, hogy a Vadon Jani kamerával együtt bejött az én konyhámba, és ott forgatott. Tehát, hogy azért itt voltak mélységek és magasságok. Az mi volt a fasi, hogy mit csináltál? Nem valami, ráadásul valami rokkos műsor volt, vagy valamilyen Poprok paletta. Puc úr rendezte, úgyhogy jött ő. Igen, és a klasszikus vízóra. Ja, Istenem. Na jó, új klipet, azt mondtuk, már lesz egy új klipet. De nem november 7-én lesz? Nem fogsz, nekem ilyen rövid távon órián, tehát nem... De hogy ez mikor? Ez november 7-én forog? Igen, azok kell, hogy ezzel a számmal, és képzeld el, hogy mobiltelefonnal vettük fel a videoklipet. Tehát azért az elég durva már, nem? Hogy itt tartunk. Hát igen, hogy lecsúsztatok? Hát igen. Hol van már a broadcast minőség? Hihetetlen low budget lehet ez a klip. Nincs mindenki a jól megfizetve, mint egyesektől. Ja. Nem imádunk benneteket, tudjátok, Ricsi, hogy imádunk. A Kuka olyan szépeket mondott rólad, most nagyon komolyan mondom, hogy egy picit meghatódtam, de tényleg. És kicsit? És nem, tényleg nagyon és helyes. És tényleg örülhetsz neki, hogy egy ilyen barátod van, mint ő. Tudod, miket mondtam rólad, Ricsi? November 7-én jelenik meg az új klipünk, amiben benne vagy. De ezt nem... Na jó van akkor. Ezt nem telefonnal vettétek fel?
Figyelj, hány éve vagytok együtt? Mert tudom, hogy nagyjából az enyvő kérdez, mikor indult egy előtt. Három de most komolyan, tényleg egy 30 éves barátságról beszélünk? Vagy egy 30 éves? 20 éves barátságról beszélünk. Annyira jó veletek beszélgetni. Tehát megpróbálok exakt dolgokat. Janival, neked hány éves barátságod van? Megmondom őszintén, mi 97. június 23-án találkoztunk. Ja, barátságunk egy sem. Egy perc sem. Egy percig sem voltunk soha barátok, de jól el vagyunk. Nagyon jól el vagyunk, barátok nem vagyunk. Igen, de legalább mi nem hazudozunk címlapokért. Igen, nem is kéne, hogy barátok legyünk, az számunkra az már nem működne. De hogy én ezt közben irigylem tőletek, mert ez egy nagyon klassz dolog, amit mondtok. Na jó van. Te az egyik kötök el se cserélni. Te szemét vagy. Ja, bocsánat. November 7, hol látható ez utána, skacok? Telefonokon. Sehol. De most komolyan. Hát ti nem játszatok le a videóklipünket, nem tudok, ez semmi értelme nincs videóklipet csinálni. Hát ez egy rádió, érted? Ja. Érted a látszólagos ellentmondást. De vagy tévében is, náttalak a tévében, ne veri át engem. Na melyik a legújabb dalotok? Ha megvan itt a gépben, akkor egyet beadunk. Mit szólsz? Nem mondom, hogy rotációban lesz, mert azt nem tetjük meg, de ha most mondtok egy Animal Kennedy-ben, azt megmondom, hogy megvan-e, és egy mérföld... Erről csak egy rövid sztori, igazából teljesen egy rövid sztori, csak hogy kapunk mindig ilyen jelentést a szerzi jogvédőről, tehát hogy melyik rádió mikor játszott a melyik dalunkat és hányszor. És egyébként volt, azt hiszem, hogy 8 vagy 9 évvel ezelőtt egy olyan jelentés, hogy egyszer lement véletlenül, még a korábbi rádióban, nem mondjuk a nevét. A Damba, a Danubius, mondhatjuk nyugodtan. Hazafelé az útveszély című számunk, hogy miért ment le, és hogy kitrúgtak ki, amiért azt nem tudom, de egyszer lement 8 évvel ezelőtt. Mennyi jön egy dal után? Mennyi jön? 200 forint? 150? Mert akkor most ennyit teszek a zsebetekbe. Mennyi jön? Nagyjából egyébként 1 euró körül így van, tehát azt hiszem, mi az árfolyam. Igen, elég komoly. Oké, okay, mondom, mi van? Csak karácsony, minden sarkon... Csak karácsony. Nem katasztrófa, csak karácsony. Minden sarkon, péntek, szól a rádió, és mindenki azt akarja? Van ilyen dalotok? Mindenki azt van. Akarja, meg akkor a gurul. Akkor inkább hagyjuk. Akkor lehetnénk hát kérni mondjuk egy Magna Cum Laude, valami. Halál komolyan ránéztem a gépre, itt mellettem a saját monitoromra. Egy jó kaszatibit tennettem. Nem, figyelj, Ricsi, mi most... Figyelj, nem hiszed el, de mi most azt kockáztatjuk, hogy most legalább még 2 hétig nem fog nekünk köszönni vissza a Jenő. De most 2 hét ide vagy oda nem számít. Szól a rádió, péntek, minden sarkon, csak karácsony, mindenki azt akarja, gurul. Péntek, legyünk aktuálisak. Péntek. Legyen aktuálisak. Na. Mennyi ez ma? 150 forint? 200 forint szerintem egyébként, és ebből nem van volt, ahol adó is, tehát akkor azért köszönjük szépen. Fia, 200. Zsűri teget, hogy ő is bedob még egy 200-as, és olyan, mint hogy kétszer adtuk volna le. Imádunk, szeretünk benneteket, vigyázzatok magatokra. November 7-én forog a videóklip. Nem forog, már kész van. Ja, akkor kész. A premier. Akkor van a premier. Ja. Na, küldjetek egyet, megnézzük. Lehet volna, hogy lelkületek minket? Hol? Nem tudom, hát ahol csak úgy bárhol. Ahol lehet. ABC-ben, kisboltban, bárhol. Nagyon hülyék vagytok. Jól van, fiú. Hülye vagy te. De tudod, mit te vagy a hülye. Köszönjük. Nem, az a kopasz. A kis kopasz. A kis nagyszájú kopasz. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok, Animal. Ciao. Hello, Ricsi. Hello, Kuka. Hello. Na. Melyiket mondták? A péntek. Na, a pénteket. Jó, meghallgatjuk ezt is, és jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggel, szevasztok! Szerintem menjen a könyvtárba, és vedd ki a Remény rabjait. Csak is érckalapáccsal ássam ki magam majd a 2 nap alatt. De jó ötletek vannak benne. De igaz, de ez is jó ötlet. Fie, ez egy viszonylag rövid könyv lenne, simán elkészülne, hogy a karácsonyi könyvpiacig, óriási lenne. És jövő héten bevarják, letölti ezt a 2 napot, következő héten megírja a könyvet, karácsonyra ki is van. Óriási lenne. Hány ebből a 2 napból, de most tényleg? Nem? Hát nem tudom, hányan vennék meg. Érted, de szerintem nagyon izgalmas nem lenne, igen. 8 óra, 32 perc. Ugye 2 mondat. 8 óra, 33 perc. Ebből egy 100 oldalt azért simán összerakok. A 2 napból. Már nem sok van hátra, de kibírom. Folytán a türelmem, fáradnak az idegeim, de nem sokára szabadulok. Kicsit elaludtam, letelt a büntetésem feleköz. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó, nagyon sok hozzászólás jött a börtönös SMS-ekhez, vagy a témához. Van, aki egyébként tényleg már benn volt, leült, átváltotta. Itt a közmunkát mondják, de azt hiszem ebben a fázisban ez már közmunkára nem váltható. Morning, so? Az bizony, jó reggelt, hello! Madár, hogy közgöttem, Margen urajuk. Egy nevet mondasz nekünk?
Lassonti Zoltán, szevasztok. Hello Zoli, szia. Ugye kérdeztem én Jenőt, aki ugye hát börtönőrként dolgozott, hogy van-e bent wifi, meg 3G. Te azt írtad, hogy gyere Bazsi, nem kell nélkülözni a 3G-t itt a börtönben. Várunk Gabi, Gazsi, Gedeon. Ezt nagyon-nagyon szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm, szupi buli. Küldünk egy jó kis ajándékcsomagot. Jó, kezdjük ezt, jó lesz. Szép napot. Hol hallgatsz minket helyileg? Hol szól rá? Budapesten vagyok. Budapesten. Igen, igen. Jól van, jó munkát, jó hétvégét. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Csabikám, mi újság? Hát ez a Gedeonos, ez... Ja, nagyon nagy. Olvastam én is. Ezen nagyon sokat rögtem, akkor is és most is. 3G, igen. Ez nagyon nagy. Voltál futni? Ma nem voltam futni, ma kihagytam, készültem, lesz délután, képzeljétek el, a mi kis kerületünkben egy nagyszerű program, színesednek ott a házak, ilyen régi bérházakat újítottak fel, nagyon színes, és ennek lesz az átadója, és én, mint kerületi műsorvezető, ott a, hozzáadom a saját magam részét, vagy amennyit tudok, és erre a rendezvényre készülünk, ez lesz délután. Mm. Lesznek koncertek is. De jó. Érik a keresztúrért gyűrű? Hát ma, én megrigyeltem a Ferit. Tényleg. Feri már megkapta az újkígyósi pecsi gyűrűt, most már te jössz. Aztán Jani, mint Lőrinci díszpolgár, most az, te is ott laksz egy jó 30-40 éve, úgyhogy... Igen, én akkor mindig gondolom, hogy gázsit kérjek, vagy gyűjtsek. Kérdele gyűrű. Feri receptje szerintem fent lesz az interneten. Receptje van, lesz, ott üldött? Nem? Hát, bocsássuk meg neki, ez most kimarad, nem biztos, hogy olyan állapotban van most. Hú, hogy... tényleg lehet, hogy akkor nem tudom. Való lép akkor... sivit egy malac hátán. Fél, hát akkor egyszerű a recept. Srác, fogj akkor... egy disznót. Igen, kóla, törzd meg. Szeletkenyér, kevés zsír, lilahagyma, sót is rakhattok rá, ízlés szerint ennyi, mára. Feri Békés Csabámmal a Kolbász Fesztiválon, de szerintem hétfőn hoz receptet. Jó, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Annyi újdonságom lesz, hogy fel sem tudom sorolni. Atya Isten, de izgulok. Olá Gergőnek az új dala például, Exwellnek az új dala, Pinknek az új dala, de kezdjük James Arthurral. A következő órában, aki ugye az angol X-Faktor 9. szériáját nyerte meg, volt már neki korábban egy nagy slágere, az Impossible, és ennek az újnak pedig az a címe, hogy You're Nobody. Egyszerűen a csávó nagyon tud, hallgassátok meg. Oké, okay. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, hétfőn már lesz a Feri, lesz, ugye? Igen. Lesz ő is. Lesz. Na. És akkor most jön az a két nap? A szombat-vasárnap? Amikor strigulákat húzol a börtönfalára? Még nem, még egyelőre ezt most még befizethetem. Ha nem fizetem, akkor egyszer csak jönnek és elvisznek. De ez most még választható opció, ja. Befizetés. De szeret veszélyesen élni, úgyhogy be fogja vállalni. Meglátjuk. Csabi jön a kívánságműsorra, ami pedig hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.